Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntünk mindenkit december 21-én. Az év utolsó kormányinfója, amelyet most már talán nem is rendhagyóan, hanem szokás szerint megtisztel Orbán Viktor miniszterelnök úr is. Szeretném jelezni, hogy déltől kormányülés van, tehát keretes a mai délelőttünk, ezért is jöttünk szerintem teljesen időben. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy fegyelmezetten a többiekre való tekintettel tegye majd fel a kérdéseit, de mielőtt oda jutunk, megkérem miniszterelnök urat, hogy tartsa meg bevezetőjét. Köszönöm szépen, Zoltán, jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, az a alkotmányos szokás Magyarországon, hogy vagy az év elején, vagy az év végén nemzetközi sajtótájékoztatót tartunk, lehetőleg korlátlanul, fölkínálva a lehetőséget mindenkinek, aki érdeklődik, hogy föltesse a kérdését, vagy ha akarja, akkor elmondhassa nekünk a megjegyzéseit. Úgyhogy tisztelettel köszöntöm Önöket ezen az évzáró sajtótájékoztatón. Ma délután, mint hallhatták, kormányülés lesz. Erről majd valamilyen formában azért holnap tájékoztatni fogjuk Önöket. Mielőtt átadnánk Önöknek a szót, ha megengedik, röviden összefoglalnám így az év végén, hogy a kormányzati látószögből hogyan fest a 2022-es éve a magyaroknak. Azt tudom mondani Önöknek, hogy a rendszerváltás óta valószínűleg, emlékeim szerint bizonyosan, ez volt Magyarország legnehezebb éve. Egy rendkívül nehéz évet rajzolt föl a magyarok számára, viszont az a rossz mellett az a jó azért ebben ott van, hogy a nehéz években nyújtott teljesítmény a magyarok számára. Azt az ember mindig legalább kétszeres súllyal értékeli. Ezért nincs túlzás a szavaimban, ha azt mondom, hogy Magyarország az elmúlt 30 év legnehezebb évében rendkívüli teljesítményt nyújtott. Összeszedtem néhány pontban, hogy miben is áll ez. Először is rendkívüli teljesítményt nyújtott Magyarország a parlamenti választáson, hiszen ebben az évben parlamenti választás is volt, és ez most nem csak egy kormány megalakulásáról szólt, hanem egy valódi szabadságharc is volt. Ezen a választáson meg kellett védeni Magyarország függetlenségét és szuverenitását, ugyanis a nemzetközi szereplők olyan súllyal vettek részt a magyar parlamenti választásban, mint korábban még sohasem. Csak az eddig felszínre került tények alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy mintegy 3 milliárd forintnyi dollár állt szemben 3 millió szavazóval, és az utóbbiak győztek. Ez egy nagyszerű teljesítmény. Ráadásul nem is akárhogyan, hiszen a legfontosabbat hozták létre a magyar választók a döntésükkel, egy stabil, cselekvőképes és kiszámítható kormányzatot, márpedig nehéz időkben mindenki tudja, egész Európa tudna erről mesélni, a legnagyobb érték a kormányzati cselekvőképesség. Ezzel úgy tűnik, hogy folytatni fogjuk azt a hagyományt, amely 1990 óta megkülönbözteti Magyarországot az összes többi európai államtól. Nincs még egy olyan ország, az Unióban biztosan, ahol 1990 óta ne tartottak volna előrehozott választásokat. Nyugodtan mondhatjuk, hogy stabilitás és kiszámíthatóság szempontjából egész Európában Magyarország az első helyen áll. Még a stabilitásról híres németeknél is volt legalább egyszer egy előrehozott választás, a Gergő szerint kétszer is, de az is több, mint a miénk, ami nulla. Tehát egyelőre úgy látszik, hogy ezt a hungarikumot sikerült föntartanunk. Az is értékeli, fölértékeli a választási teljesítményt, hogy nyilvánvaló, hogy a brüsszeli és a liberális világ az baloldali kormányt akart. Később biztos beszélünk erről, hogy a Unióban megkötendő szerződések miért nem jöttek létre időben, hiszen már 21 nyarán is megköthettük volna például a újraindítási alapról szóló szerződéseket, minden körülmény készen állt, adott volt.
Azért nem kötötték meg velünk, mert kormányváltást akartak Magyarországon, és nem akartak nekünk a választás előtt pénzt adni, ez ilyen egyszerű. És nem hiszem, hogy túlzok, ha azt mondom, hogy ugyanez a cél most Lengyelország esetében is, ahol szintén baloldali kormányt szeretne látni Brüsszel. Ezzel magyarázhatók a húzakodások a lengyel kormány és Brüsszel között az európai pénzek tekintetében. Suma-sumárom, a lényeg az, hogy a magyarok nem kértek a külföldi beavatkozásból, nem kértek a dollár baloldalból sem, és nem hiszem, hogy ez egy hamar megváltozza Magyarországon. A második rendkívüli teljesítmény, amit Magyarország nyújtott 22-ben, hogy sikerült kimaradni a háborúból. A háborúból nekünk mindenképpen ki kell maradnunk, részben azért, mert a szomszédunkban sok magyar él, részben azért, mert a háború mindig rossz. Minden nap emberek halnak meg, több száz magyar is meghalt már ebben a háborúban, akiket az ukrán hadseregbe soroztak be. És egy olyan háborúval van dolgunk, amely nem csak a szomszédunkban zajlik, hanem az a különlegesség, hogy eddig csak vesztesei vannak. A vesztese a két egymással szemben álló fél, és vesztese az európai gazdaság is. Nagyon súlyos gazdasági veszteségeket szenvedünk el, szankciós háborús felárakat fizetünk, és a 23-as év szinte minden európai ország számára azt a kihívást hozza, hogy el tudja kerülni a gazdaság visszaesést, illetve a recessziót, ami egyenesen a háborúból, illetve a háborúban való európai részvételből fakad, amit szankcióknak neveznek. A magyar fölfogás szerint, ha el akarod kerülni, hogy részt vegyél egy háborúba, akkor ne engedd, hogy belesodorjanak téged. Szerintem Európa nagy része már benne van ebben a háborúban, belesodródott. Aki fegyver szállít, az benne van a háborúba, legalább bokáig. Aki az egyik hadviselő fél katonáit kiképzi, az benne van térdig. Aki nem csak a katonákat képzi egyénileg, hanem még műveleti, tehát irányítási képzést is, azaz benne van kötésig a háborúban. Ha pedig az egyik hadviselő felett teljes egészében finanszírozza, most már nem csak a hadi kiadásokat, hanem az állam működését is, mint hogy az Európai Unió teszi most 18 milliárd euró erejéig, az fügyig van benne a háborúba. Nagyon remélem, hogy nem keveredik bele Európa nyakig ebbe a háborúba. Magyarország minden esetre kívül tudott maradni mindezen, és fönn tudta tartani a nagy nemzetközi nyomás ellenére is azt az álláspontját, hogy azonnali tűzszünetre, azonnali béketárgyalásokra és békére van szükség. Mindamellett teljesítettük azt a emberiesség és keresztényi kötelességünket, hogy a bajba jutottakon segíteni kell, és bár ez nem a mi háborunk, ennek ellenére Magyarország legnagyobb humanitárius akcióját indítottuk meg a háború kitörésekor, hogy segítsünk az ukránoknak. A rengeteg embert fogadtunk be, illetve engedtük át Magyarország területén, és mindenkinek ellátást biztosítottunk, aki pedig itt akart maradni, az itt is maradhatott, és megkapott mindent, amit ma egy magyar ember megkap Magyarországon. A harmadik kiemelkedő teljesítménye Magyarországnak 22-ben az volt, hogy a migrációval szemben továbbra is álltuk a sarat. Minden évben nehéz feladat ez. Az idei év azért volt különleges, mert mi vagyunk az egyetlen olyan európai ország, amelyet egyszerre két irányból helyez nyomás alá a menekültügy. Ugye a déli migrációs útvonal mellé megjelent az Ukrajnából érkező menekültek milliós áradata. Nincs még egy olyan ország, talán Románia valamelyest, amely egyidejűleg mind a két nyomásnak ki lenne téve. Nagyon nehéz volt ilyen körülmények között a déli határvédelmét fönntartani. Több mint 250 ezer illegális határátlépési kísérletet hiúsítottak meg a magyar rendőrök és a határvadászok és a katonák, ami egy fantasztikus teljesítmény, köszönettel is tartozunk érte. A negyedik rendkívüli teljesítménye Magyarországnak az volt, hogy képesek voltunk finanszírozni a megemelkedett energiaárakat. Azt úgy kell elképzelniük, hogy 2021-ben a teljes magyar energiaimportért, nemzetgazdaság teljes egészét tekintve fizettünk körülbelül 7 milliárd eurót, és ez 22-ben 17 milliárdra nőtt. Tehát ugyanazért a mennyiségű energiáért 10 milliárd euróval többet kellett fizetni
az idei évben, és ezt elő kellett teremteni. És erre Magyarország képes volt, nem csak előteremtett 10 milliárd eurót, ez 4000 milliárd forint, hanem úgy teremtette elő ezt az összeget, hogy közben a lakosságnak nyújtott, a családoknak nyújtott rezsivédelmi rendszer lényegét meg tudta őrizni. A külföldieknek mondom, a hazaiaknak nyilván már a könyökén jön ki. A külföldi újságírók talán nem tudják azt, hogy Magyarországon minden család havonta az energiaár támogatáson keresztül körülbelül 180 ezer forint támogatást kap, ez körülbelül 450 euró egy hónapban. Nem ismerek még egy olyan országot, amely minden családnak, egy ország, amely minden családjának minden hónapban az energiáron keresztül 450 eurónyi támogatást tudna nyújtani. A jó hír, de erről majd később, hogy ezt a 10 milliárdnyi hiányzó finanszírozást nem csak 2022-re oldottuk meg, hanem ha figyelték tegnap a pénzügyminiszter úr szavait, akkor 2023-ra is megoldottuk már. Az ötödik rendkívüli teljesítménye Magyarországnak ebben az évben az volt, hogy a munkaalapú gazdaságot meg tudta őrizni, és rekordokat állítottunk föl. Soha nem dolgoztak még Magyarországon annyian, mint éppen ebben az évben, ami egy nehéz év volt. Ugye 30 éves csúcson van a foglalkoztatás, most 74,6%-a dolgozik az embereknek. És arra is szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy választási év volt, és mégis tudtuk csökkenteni a költségvetés hiányát. Ez nagyon ritka az európai politikában. A Magyarországon nem példátlan, mert 18-ban is így volt. Választási évben csökkentettük a költségvetési hiányt, és most 22-ben is megcsináltuk. Ezt úgy, hogy közben ebben az évben visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, bevezettük a 25 évnél fiatalabbak adómentességét, és visszaadtuk a családosoknak az adójuk tekintélyes részét. És a hatodik rendkívüli teljesítménye Magyarországnak az volt, hogy sikerült az Európai Unióval megállapodni, ami azért rendkívüli teljesítmény a számomra, mert le kellett küzdeni azt a hungarofóbiát, ami ma a liberális világban uralkodik, és a hungarofóbia ellenére kellett elérnünk a megállapodásokat, amelyeket előttünk álló egy-két napban talán a maga fizikai valójában is befejezünk, illetve aláírunk. Hölgyeim és uraim, ezek után még két mondatot mondok arról, hogy 23-at hogyan látom itt a téli ködből kibukkanni. 23-ban is a legfontosabb dolog az lesz Magyarország számára, hogy kimaradjunk a háborúból. A másik fontos dolog az lesz, hogy kimaradjunk az európai recesszióból, tehát Magyarországon a gazdasági növekedés nem mínusz legyen, hanem plusz. Szeretnénk elérni, hogy a következő évnek a végére, december per december alapon számolva, egy számjegyűre tudjuk zsugorítani az inflációt, és ma a kormányülésen dönteni fogunk reményeim szerint arról, hogy a fiataloknak 25 éves korig járó adómentességet, azoknak a nőknek az esetében, akik vállalnak gyermeket, azt 30 évre fölemeljük. Így fest a 23-as évünk. Védekezni fogunk, de a nagy céljainkat nem adjuk fel. Szuverenitás, szabadság, teljes foglalkoztatás és családok támogatása. Ezeket a nagy célokat 23-ban a várható nehéz körülmények közepette sem akarjuk feladni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, ha van kérdésük, szívesen válaszolok. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Az első kérdésnek a lehetőséget az MTV-nak adom. Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok az M1-től. Miniszterelnök úr, az Európai Parlament 2010 óta folyamatosan bírálja Magyarországot. Mindezek fényében miként értékeli azt, hogy egy óriási korrupciós botrány rengette meg az intézményt? Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem, említette bevezetőjében azt, hogy a baloldali pártok komoly támogatásokat kaptak külföldről. Az elmúlt napokban a sajtóban több hír jelent meg arról is, hogy a baloldali média is komoly támogatásokban részesül külföldről. Ön miként értékeli, miként véleményezi ezt a jelenséget? Köszönöm. Nem tisztom, hogy karácsony előtt itt udvariatlankodjak, de az utolsó kérdés azt tudom válaszolni, hogy nem látom a különbséget a baloldali pártok meg a baloldali média között, az ugyanaz.
Az én fejemben nem látszódik itt semmilyen választóvonal. Az oda jutatott pénzügyi támogatások ezért a mi megfontolásaink szerint ugyanannak minősülnek politikai támogatásnak. Most, ami az Európai Parlamentnek a korrupciós ügyét illeti, itt nem vagyunk könnyű helyzetben, mert az emberben azonnal megmozdul a kis ördög, és tud jókat, magyar nyelv jókat tud egy ilyen helyzetre előcsalni a beszélőből. De miután mi is részei vagyunk az Európai Uniónak, ezért nem szabad kívülállóként tekinteni a dologra. Pedig elsőként az ember mégiscsak ezt tenné. Bagoly mondja verébnek, csak a legenyhébb népi kifejezést hozzam itt példának. De valójában ez a baj, ez ugyan személyében szerencsére magyarokat úgy látom nem érint, de ettől még rossz hír az Európai Unió minden tagállama számára. Mert ugyan vannak vitáink az európai intézményekkel, meg szeretnénk is őket átalakítani, de az, hogy elveszítik a szavahihetőségüket, hogy ez a hipokrita, álszent, általunk egyébként jól ismert karakterük felszínre kerül, ez rombolja azért annak a közösségnek az erejét, amihez mi is tartozunk. Ugyanakkor meg azt is igazolja, hogy a magyar parlamentnek az a döntése az Európa jövőjéről szóló vita kapcsán, hogy hogyan képzeljük az uniós intézmények jövőjét, nem volt megalapozatlan. Ott a parlamenti határozatban az olvasható, hogy a magyarok azt szeretnék, ha felszámolnák az Európai Parlamentet ebben a formájában. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlament a nemzeti parlamentekből delegált képviselőkből állna, és az ügy arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzeti parlamentekben sokkal erőteljesebb ellenőrzési rendszerek működnek a képviselők irányába, mint amilyenek ma működnek, illetve nem működnek az Európai Parlamentben. Tehát ha erősebb ellenőrzés alá akarjuk venni az Európai Parlamentet, mint intézményt, akkor jobb lenne, ha közvetlen választás helyett inkább a nemzeti parlamentekbe választott képviselőket küldenénk oda. Volt már ilyen az Európai Unió történetében, ez nem ördögtől való gondolat. Szerintünk érdemes lenne ehhez visszatérni. A politikai álláspontunkat az pedig a nyilván ismeri, a mocsarasodás ellen egyetlen orvosság van, a mocsarat le kell csapolni. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő kérdés FAC-nek adom meg. Stefan? Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Da wir eine deutsche Übersetzung haben, or shall I put it in English, perhaps? You mentioned the migration and the Hungarian. A magyar határon és ezeket nagy számban visszaküldték, illetve sokan elérik Magyarországon keresztül Ausztriát és további nyugati országokat. Tehát... But is letting through migrants as soon as they reached the Hungarian territory. Thank you. If you allow me, I would like to answer, brother in Hungarian. Először is a kerítés nem tökéletes. De ha összevetjük a beszivárgás jelenségét, amiről ön beszél, azzal a képpel, amelyet mindannyian őrzünk még 2015-ből, amikor százezrek egyszerűen bemasíroztak a déli pályaudvarra, onnan pedig nyugatra, akkor a különbség nyilvánvaló. Tehát az, hogy a fokozódó nyomás miatt a kerítés nem zár légmentesen, és bár 250 ezer határátlépési kísérletet megakadályoztunk, mégis van, aki keresztül jut, hogy bár ma Magyarországon börtönben ül 2500 embercsempész. Mégis vannak újra és újra emberek, akik vállalkoznak embercsempészetre. Ez kétségkívül igaz, de nem teszi okafogyottá a kerítést. Három dolgot tudunk tenni. Ezeket tesszük is. Az első, hogy felállítottunk egy teljesen új, csak határvédelemmel foglalkozó fegyveres testületet, ezek a határvadászok. Más minőség az, amikor oda vezényelsz, és más minőség az, amikor valakinek folyamatosan ott kell végezni a munkáját. A második, hogy ünnepeljük Horvátország schengeni tagságát,
mert ez lehetővé teszi, hogy a horvát-magyar határól, amely szintén védeni kellett eddig, átvezényeljünk élő erőt a magyar-szerb határa. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabbak leszünk, mint voltunk. És a harmadik dolog, amit teszünk, hogy megegyeztünk a szerbekkel és az osztrákokkal, szerintem egy hosszú távú tartós struktúrát is sikerül létrehoznunk, és egy ilyen határvédelmi szövetséget hoztunk létre hárman, aminek az első akciója az az, hogy a szerb-magyar határon erős védelmet lejjebb toljuk délre az észak-macedón szerb határa, és azt a határt próbáljuk erőteljesebben védeni. És sikerrel járunk, az a tervünk, hogy ugyanígy megerősítjük a szerb-bulgár határt. Ebben az ügyben a szerbek játszanak vezető szerepet, de Ausztriának is jelentős a hozzáadott értéke. A harmadik csúcs találkozó ezügyben hamarosan megtörténik majd Bécsben. Köszönöm szépen, Origót kérem szépen. Köszönöm szépen, Kovács András, Origó. Mennyiben lát miniszterelnök úr párhuzamot abban, hogy a brüsszeli baloldali pártok prominens képviselői külföldi pénzeket kaptak, és azért külföldi, vélhetően külföldi érdekeket képviseltek, és mennyiben hasonlítható ez a magyar jelenséghez, vagy ezt egy általános baloldali jelenségnek tartja-e, hogy külföldi pénzeket kapnak különféle baloldali pártok szerte a világban, Európában? Hát milyen jó is lenne azt mondani, hogy a korrupció kizárólag a baloldali pártokra jellemző. De mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. És azt is látjuk, hogy az Európai Parlamentben most már, ahogy nő a érintetteknek a száma, egyre több néppárti képviselő is érintetté válik. Tehát nem lenne méltányos azt mondani, hogy a törvénytelenül elfogadott pénzek gyakorlata és az ezért nyújtott politikai ellenszolgáltatás kizárólag a politikai spektrum baloldalán létezik. Ez egy olyan veszély, amely fenyegeti mindenhol a demokratikus politikát, és amivel szemben védekezni kell. A kérdés inkább az, hogy miután mindenki tudja Brüsszelben, hogy ez nem most kezdődött, és általában az volt a vélemény mindig is, hogy Brüsszel tele van korrupciós ügyekkel. Az a kérdés, hogy miért nem működtek védelmi mechanizmusok, de anélkül, hogy visszadobnám a labdát önöknek, halkan megkérdezném, hogy hol voltak az oknyomozó újságírók Brüsszelbe az elmúlt évtizedben, amikor az ilyen típusú ügyek elharapoztak és szinte napi gyakorlattá váltak. Tehát van itt mindenkinek tennivalója, de megismétlem, a legfontosabb, hogy a mocsarat csapoljuk le. Miniszterelnök úr, szerint a mostani korrupciós botrány után mennyi hitele maradt úgymond az Európai Parlamentnek? Változhat a szerepe a következő években? Kevésbé próbálja mondjuk a bizottságot nyomás alá helyezni különféle politikai ügyekben? Egyelőre a bizottságot semmiképpen nem hoznám ide, mert semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ezek a szálak elvezetnek a bizottságig is, és ezt a föltételezést súlyosnak tartom, és világos tények nélkül nem is tartanám helyesnek csak az erről való latolgatás se. Hogy Magyarországon mennyiben rontotta az Európai Parlament tekintélyét, arra könnyű válaszolni, és semennyiben, mert mínuszban nem tud lenni. És miután nullán volt, hát nem tudta rombolni. De mindenki tudja, hogy Magyarországot teljesen alaptalanul, tények nélkül, politikai okokból, egy ilyen hungarofób ösztönöktől vezettetve, csak azért, mert más utat jár, csak azért, mert a maga útját járja, csak mert a saját életmódját akarja folytatni, rendszeresen inzultálták, tiszteletlenek voltak vele, nem adták meg a tiszteletet, ami járt a magyaroknak. Az Európai Parlament az egy a magyar általános közvélekedés szerint egy olyan hely, amire sokszor nem érdemes vesztegetni. És végezetül miniszterelnök úr említette, hogy lesz ma kormányülés délután. Szóba kerül ezen a Lánchíd ügye, megkapja a főváros azt a 6 milliárd forintot, amit követelnek, miközben a szerződések szerint ugye láthatóan nem teljesítették azt, amit vele a kormánnyal megállapodtak. Hát van egy szerződés valóban. Majd a jogászok megnézik, hogy mi következik abból. Ezt nem venném el tőlük a kenyerüket. De azt megemlítem, hogy a Lánchíd mégiscsak kiderül egy igazi magyar hungarikum. Fölújítottuk, rengeteg pénzt költöttünk rá, és most se az autóval, se gyalog nem lehet rajta átmenni. Ez óriási. Az egyetlen jó hír, hogy a halak továbbra is szabadon közlekedhetnek. Itt tartunk.
szépen. Köszönöm szépen. A Financial Times kér. Tiszteletem, Dunai Márton vagyok a Financial Times-tól. Miniszterelnök úr, Ukrajna és Oroszország viszonyrendszerére szeretnék rákérdezni, hogy 2023-ban hogyan látja Magyarország diplomáciai hangsúlyait ebben a két relációban. Illetve ugyanezt szeretném megkérdezni, hogy a vízióját az Európai Unióval kapcsolatos viszonyrendszerrel. Ugye azt mondták, hogy a kettő között sokszor mondták, nincs kapcsolat. Mégis így a legutóbbi a helyreállítási alapok és az ukrán segély körüli vita rendszerben EU-s oldalról, a cseh elnökség oldaláról is hallottuk, hogy egy egyértelmű quid pro quo-ként, tehát a kettőt összekapcsolva látják ezt onnan. Ugye március-áprilisban vár még Magyarországra néhány mérföldkőnek a teljesítése. Hogyan lehet azt garantálni, hogy az ukrán-orosz viszonyrendszer és az EU viszonyrendszer az külön tud maradni ezekben az időszakokban? Boldog ember lennék, ha tudnám erre a kérdésre a választ. Ön egy dilemmát írt le, amivel folyamatosan szembesülnünk kell. Ilyenkor az segít talán, hogyha az alapvetéseket megismételjük. Tehát ukrán relációban azt érdemes leszögezni, hogy egy független és szuverén Ukrajna létezése az magyar nemzeti érdek is. A második dolog, hogy mi nem vagyunk érdekeltek abban, hogy az európai és az orosz gazdaságot véglegesen ketté válasszák. Ezért amit meg lehet menteni az oroszokkal való gazdasági együttműködésből, azt próbáljuk megmenteni, mármint a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokból. A harmadik dolog, hogy nem akarunk belesodródni a háborúba, de meg akarjuk adni Ukrajnának azt a segítséget, amit az emberiesség parancsa megkövetel. És végezetül van ez az összekapcsolás és csomag kérdése, ez a pénz ügye. Valóban jól látja, hogy Magyarország mindig is visszautasította a csomag alapú megközelítést, tehát sose fogadtuk, én személyesen sosem fogadtam el egy pillanatig se, hogy különböző természetű Európai Uniós ügyeket egymással összekapcsoljanak. Részben, mert szerintem ez sérteni az uniónak az alapokmányát, amelyben szerepel a lojális együttműködés kötelezettsége minden tag számára. És ha összekötsz egy ügyet, egy teljesen különböző ügyet, akkor te nem vagy lojálisan együttműködő. De azért sem támogatom ezt a megközelítést túl az alkotmányos aggályokon, mert ha ezt valaki egyszer legitim módon megteszi, akkor hol lesz ennek a vége? És legközelebb akkor ez nem a mi javunkra fog szolgálni, hanem a mi ellenünkre. Kiszolgáltatottá tennénk magunkat, ha elfogadnánk ilyen megközelítést. Ezért mi nem tárgyaltunk csomagban. Mind a négy vagy öt ügyet külön tárgyaltuk. A csehek úgy döntöttek, ezt ön jól érzékeli, hogy viszont a döntés egy napra tették. Ha tehették volna, egy percbe tették volna mind a négyet, úgy láttam. De ez egy szuverén joga a mindenkori elnökségnek, amely vezeti az Európai Tanácsot. És mi nekünk ehhez alkalmazkodnunk kellett. Konkrétan miért fogadtuk el, talán ez így egy helyes származékos kérdés, hogy miért fogadta el Magyarország azt, amit korábban ellenzett, vagyis hogy Ukrajnának ebben a formában adjunk 18 milliárd eurót. Itt is az alapokat rögzítsük először. Tehát ezt rossz megoldásnak tartjuk. Tehát elfogadjuk, hogy Ukrajnát pénzügyileg segíteni kell, de rossz megoldásnak tartjuk, hogy ezt nem államközi alapon tesszük, hanem az unió intézményein keresztül. Tehát a jó megoldás az lett volna, Magyarország ezt javasolta, hogy határozzuk meg, hogy mennyi pénzt akarunk adni Ukrajnának, és úgy, ahogy szoktuk az uniós költségvetést, mindenki tegye le a ráeső részt az asztalra. A saját költségvetéséből, otthonról. És ha ez megvan, adjuk oda az ukránoknak. És ehelyett az a megoldási javaslat született meg először, hogy úgy, mint a Covid következményeit elhárítani szándékozott pénzügyi alap esetében, vegyünk föl az Európai Unió költségvetésén kívül közösen hitelt. Tehát a 27 tagállam hozzon létre egy hitel adósságközösséget, vegyünk föl közösen hitelt, a pénzt megadjuk oda az ukránoknak. Ezt mi nem támogattuk, mert ennek sosem lesz vége, és ebben az esetben, ha valamelyik állam nem teljesíti
később a hitel visszafizetésekor a ráeső rész a többieknek kell viselni ezért a felelősséget, és miután az államadóság mértékét tekintve vannak országok, amelyek Magyarországot 20-30-50-70%-kal haladják túl, nem akarunk velük egy adósságközösségben lenni, mert nem akarunk helytállni értük, mert semmi közünk ahhoz a bajhoz, amit ők maguknak előidéztek a saját adósságaikkal. Ezért nem akarunk velük adósságközösséget létrehozni. Ezt sikerült megakadályoznunk. Tehát az Unió ettől a tervétől elállt. De nem fogadta el a magyar javaslatot se, hanem egy köztes Brüsszelben vagyunk, egy köztes kompromisszumos megoldást talált ki, hogy akkor csináljuk úgy, hogy már a költségvetésbe, az Unió költségvetésbe úgy is beígért vagy betett pénzeket használjuk fel hitel alapként, és akkor erre vegyünk fel hitelt, és ezt adjuk oda aztán az ukránoknak. Ez nem tökéletes megoldás, mert rossz esetben ez elvezethet oda is, hogy az Unióban, az Unió költségvetésében föl nem használt pénzeket, ilyenek szoktak lenni, azokat végső soron nem visszaosztjuk a tagállamoknak, ahonnan jöttek, hanem elküldjük Ukrajnába. És itt az is előfordulhat, hogyha egy országnak nem adnak oda valamiért pénzt, mondjuk a magyaroknak, azt a végén elküldik Ukrajnába. Ennek nem örülnénk. Tehát ez messze nem jó megoldás, de sokkal kevésbé rossz, mint az első lett volna. És ebbe belementünk, mert egyedül maradtunk, és nekem az a tapasztalatom, hogy csak a legvégső esetben szabad európai intézkedéseket egyedül megakadályozni. Ha egy jó, rosszul elfogadható kompromisszumot létre lehet hozni, akkor az egység érdekében inkább érdemes engedni, illetve megállapodni. Ez történt ebben az esetben is. Hozzáteszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy 18 milliárd euró nem lesz elég, sose fogják az ukránok visszafizetni, ezt hívhatjuk hitelnek, sose fogják visszafizetni, és nem is lesz elég, nem csak hogy a következő évre, hanem erre az évre se, és ez a vita a 2024-es évre legkésőbb ismét megismétlődik, mert mi lesz 24-ben, most csak 23-ról döntöttünk. Tehát azt hiszem, hogy egy olyan utcán indultunk el, amelyből nagyon nehéz lesz majd visszafordulni. Kiegészítő kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Áprilisban a választások után pont egyébként az én kérdésemre mondta azt, hogy mi a legfontosabb nemzetközi teendője Magyarországnak, hogy lengyelekkel rendezni a viszonyt. Azóta ez úgy alakult, ugye, hogy a lengyelek pont az ukrán kérdésben egy markánsan a magyarétól ellentétes álláspontot foglalnak el. Ez egyébként meg is jelenik Ukrajnában is a közvéleménykutatásokban, ahol Lengyelországot a legbarátibb, Magyarországot meg a legkevésbé baráti országnak tekintik, de mindez a magyar-lengyel viszonyban, különösen egy olyan évben, amikor Lengyelországban választások lesznek, és EP választásokra is készül Európa, a magyar-lengyel viszonyt az hogyan látja a jövőre? Az első és legfontos, itt is az alapoknál érdemes kezdeni. Tehát ez is van lengyel-magyar sorsközösség, amit annál is inkább lehet látni, mert a második világháborúban ők a győztes oldalon voltak, meg a vesztes oldalon voltunk. Aztán ők azt kapták jutalmat, a magyarok büntetésül. Ezt hívják sorsközösségnek. Kommunizmus kaptunk mind a ketten a nyakunkba, oda dobtak bennünket a nyugatiak a Szovjetuniónak. Hiába volt az egyik az a jó oldalon, a másik pedig a vesztes oldalon. Tehát a lengyelek és a magyarok között megalapozott történelmi sorsközösség van. Ez erős barátságot ad, ez még a középkorig is visszanyúlik, tehát ez egy egészen különleges kapcsolatrendszer, nagy érték. A háború ügyében teljesen más gondolunk. Nem a stratégiai célok tekintetében, mert ott még egyet is értünk. Tehát furcsa módon a legfontosabb kérdésekben egyetértés van Lengyelország és Magyarország között. Mit mondanak a lengyelek? Oroszországot olyan állapotba kell hozni, hogy ne jelenthessen fenyegetést az európai biztonságra. Bingo. Azt mondják a lengyelek, hogy szükségünk van egy szuverén Ukrajnára, amely a mi országaink, Lengyelország, Magyarország és Oroszország között terül el. Bingo. Tehát a legfontosabb stratégiai kérdésben egyetértünk. Az igazi kérdés, hogy a háborúra hogyan tekintünk. És ez különbséget mutat. Ugye a lengyelek azt gondolják, hogy az ukránok az ő szabadságukért és biztonságukért is harcolnak. De mi ezt egyáltalán nem gondoljuk. Tehát én nem gondolom azt, hogy az ukránok azok Magyarország biztonságáért vagy szabadságáért harcolnának. Az ukránok a saját hazájukért harcolnak. Hősiesen egyébként. De nem Magyarországért. Magyarországot sose fogja Ukrajna megvédeni semmitől se. Magyarországot saját maga, meg a NATO védi meg. Tehát a mi biztonságunkat nem Ukrajna adja, hanem a NATO tagság, meg az azzal együttműködő, abba integrált magyar védelmi képesség. És mi ebben hiszünk. Ilyen értelemben az ukrán háború kimenetele semmilyen befolyással nincs Magyarország biztonságára. Ez a viszonyunk hozzá. A lengyelek ezt másképp látják, ha ránéznek a térképre, egyáltalán nem
nehéz megérteni, hogy miért gondolkodnak erről ők másképp, és miért gondolkodunk mi másképp. A geográfia sok mindent megmagyaráz. ATV-t kérem. Köszönöm szépen, Csuha Ildikó vagyok az ATV-től. Miniszterelnök úr, az emberek közül nagyon sokan lélegzett visszafolytva várják a gázszámlájukat. Mit tud mondani, miniszterelnök úr, felülvizsgálja-e a kormány azt a rezsitámogatott részt, annak a határát, ami 144 köbméterben állapítja meg havonta a gáznak a mértékét, ami rezsicsökkentetten támogatott, illetve 210 kWh-ban az áramnál? Ez a rendszer marad majd fenn a jövőben is, és a mi elemzéseink azt mutatják, hogy a magyar háztartások 75%-a az belül marad ezen a kereten, így a teljes rezsivédettséget élvező háztartások aránya az kb. 75%. Magyarországon 25% van, akinek valamennyit a rezsivédelmi árnál magasabb áron kell fizetni. Van, akinek keveset, van, akinek pedig jóval többet. Azonban ez egybeesik a magyar társadalom jobb módú rétegeivel, tehát a mostani szerkezetet fönntarthatónak ítéljük. Köszönöm. Akkor is, hogyha a holland gázföldén esik a gáznak, a földgáznak az ára? A magyar rendszer mindig is arra épült, amit tudományosan úgy mondani, hogy nix ugri bugri, tehát a magyar energiaárakat azokat sose rángattuk. Tehát ha ugye sok kritika érte a magyar rezsivédelmi rendszert már korábban is, de mi belőttünk egy árat, a piaci ár hol fölötte volt, hol alatta. És képeztünk, ha fölötte volt, akkor megtámogattuk a költségvetésből, ha alatta, akkor tartalékot képeztünk. És képesek voltunk, én nem is tudom, talán a Gergő tudja, 89 éven keresztül gyakorlatilag egy azonos szintű árstabilitást biztosítani. Ez szerintem sokkal jobb, mint a piaci változásokhoz állandóan igazodó mozgórendszer. És most ugyan válság van, de én nem változtatnék ezen a habituson, tehát én nem mennék át egy folyamatosan a piaci árakhoz alkalmazkodó változó árrendszerhez, hanem módosítottuk a rezsivédelmi rendszert, mert rákényszerültünk, de most már ezt megtartanánk, amilyen hosszú ideig és amilyen stabilan csak lehet. Köszönöm. Hónapok óta tart a pedagógusoknak a tiltakozása. Nagyobb bért fizetést szeretnének. Hogyan értékeli miniszterelnök úr, Pintér Sándor, jól kezeli-e ezt a tiltakozás hullámot, és mi a vélemény a miniszterelnök úrnak az MTA elnökségének az állásfoglalásáról? Ők azt mondják, hogy az elbocsátott tanárokat elengedhetetlen, hogy visszahelyezzék az állásukba, és ők Novák Katalin köztársasági elnök asszonyhoz fordulnak ebben az ügyben. Két különböző dologról beszélünk, kezdjük a utóbbival, ha megengedi. Én tisztelője vagyok az akadémiának, ezért nem minősítem az álláspontjukat. De olyat még nem láttam az elmúlt 30 évben, hogy az akadémia nyílt törvénysértésre szólítsa fel a kormányt. Ez egy szokatlan dolog. Így is kell kezelnünk. Ugyanis a helyzet az az, hogy Magyarországon a tiltakozásnak megvannak a törvényes formái. Most a tüntetéseken túl a sztrájk is ilyen. Ezek a tiltakozási formák egyébként tágasabbak, mint számos európai országban, például Németországban nem sztrájkolhatnának. Magyarországon lehet sztrájkolni, ennek van kialakult törvényes kerete és rendje. És én arra kérem a pedagógusokat, meg mindenki mást is egyébként, miután a törvények mindenkire vonatkoznak, hogy ezeket tartsák be. Tehát a tiltakozásnak válasszák, nagy tisztelettel kérem őket, a törvényes formáit. Ha nem a törvényes formáit választják, akkor nem tehetnek mást az államvezetői, miután a pedagógusok is állami alkalmazottak, mint hogy az ilyenkor szokásos szabályokat előveszik és érvényesítik. Amikor az ember leteszi az esküjét, mondjuk én magam is a parlamentbe, akkor én azt mondom, hogy a törvényeket betartom és betartatom. Az állami alkalmazottakkal be kell tartatnom a törvényeket. Ezért, ha látom, hogy nem tartják be, akkor először írunk egy levet és tisztelettel megkérjük őket, hogy válasszák a tiltakozás törvényes formáját. Általában ezt nem veszik figyelme. Akkor írunk még egyet. Most már aztán igazán legyenek kedvesek, és inkább a törvényes formát válasszák. És ha harmadjára se változik a dolog, akkor nincs más, akkor alkalmazni kell a törvényt. És nem választhat a miniszter, hogy ő egyeseknél alkalmazza, másoknál nem. Ez egy nagyon egyszerű jogi eljárás. És kellő körültekintéssel alkalmazza is az oktatási tárca. Ez az egyik kérdés. A
De ez a kevésbé fontos kérdés. Az igazán fontos kérdés a pedagógusok, illetve a gyerekek meg a szülők viszonyrendszere. És abban én a pedagógusok oldalán állok, hogy a béreket mindenképpen emelni kell. Ezért is történt, régen volt, az itt ülők se biztos, hogy emlékeznek rá, hogy amikor 2010 után először sikerült a pénzügyi válság áradatából kiemelni a fejünket, akkor az első foglalkozási csoport, akinek bért emeltünk és életpályarendszert hoztunk, ezek éppen a pedagógusok voltak. Gyakran ér, zárójelet nyitok, gyakran ér bennünket kritika, hogy a pedagógus életpályának miért ilyen a belső szerkezete. De azt nem a kormány határozta meg, azt a kormány akkori képviselője tárgyalta ki a szakszervezetekkel. És hogy az idősödéssel jelentősen nő a bér, ellenben a kezdők meg alul vannak fizetve, vagy kisebb bérrel indulnak, ez nem a kormánynak a javaslata volt, hanem az akkori tárgyalásokban ebben állapodtak meg a felek. Ez jól láthatóan nem volt jó megállapodás, és ezért van egy belső aránytalanság, tehát szinte elfogadhatatlanul alacsony kezdőbérrel indulnak meg a pedagógusok, miközben a vége felé már a dolog kezd egész elviselhetővé válni. De biztos, hogy a kezdő pedagógusoknál egy jelentősebb mértékű emelés szükséges. Amit a kormány most tenni tud, az az, hogy a tavalyi évben is, az idei évben is, és a következő évben is biztosan lesz 10%-os béremelés. Ennyit tud ma a magyar gazdaság. Ha az unióval néhány részletkérdésről még meg tudunk állapodni, akkor szerepel a megállapodásban olyan pont, amelyben uniós forrásokat tudunk használni béremelésre. Ezeket az uniós források nélkül is végrehajtanánk egyébként, de ha van uniós forrás, akkor 3 év alatt tudjuk végrehajtani a 10% fölötti emeléseket, ha nincs, akkor pedig 6 év alatt tudjuk végrehajtani. És én abban bízom, hogy lesz pénzügyi megoldás a jogos pedagógus igényekre, de azt kérem nagy tisztelettel innen is mindenkitől, így a pedagógusoktól is, hogyha nem értenek egyet egy politikai irányvonallal, ha nem értenek egyet egy szakmai irányvonallal, ha elégedetlenek a saját helyzetükkel, akkor kérem tisztelettel őket, hogy a tiltakozásnak a törvényes formáit válasszák. Csak annyit ehhez, hogy Ujjás miniszter úr azt mondta egy korábbi kormányinfón, hogy a polgári engedetlenség, mint olyan, az nem létezik a jogban, nem ismeri a jog, de önök is ugye a kordonbontás alkalmával a polgári engedetlenség eszközét használták. Igen, de ha valami nem létezik a jogban, akkor a jogi vitában ne használjuk ezt a kifejezést. Ezért kerültem én is. Van a tiltakozásnak törvényes formája, meg nem törvényes formája. Ha valaki sztrájkol, az a törvényes forma. Ha valaki beüzen, hogy ma nem megyek be dolgozni, az a törvénytelen. Akárhogy is nevezik. Matolcsi jegybankelnök úr nagyon kemény kritikát fogalmazott meg a Parlament Gazdasági Bizottságában néhány hete. Ezt hogyan kommentálja a miniszterelnök úr? Beszélte azóta vele, és hogy látja a miniszterelnök úr? Válság közeli állapotban van-e a magyar gazdaság? Annyiban, amennyiben az egész európai gazdaság abban van. Tehát nem egy magyar jelenségről beszélünk, hanem arról, hogy a háborúba válaszként adott szankciók, az ennek következtében előállt hatalmas energiárak egész Európát tolják a gazdasági hanyatlás visszaesés recesszió irányába. Ez minden európai uniós országot fenyeget. A kérdés az, hogy ki tudsz-e belőle maradni. És a magyar stratégia az, hogy maradjunk ki ebből. Nehéz, szakmailag egy rendkívül nehéz kérdés, majd látni fogják a következő vonatkozó költségvetést, mi úgy hisszük, hogy ez sikerülhet. Van egy tervünk, hogy hogyan maradjunk ki az európai recesszióból, ezért a következő évi költségvetést is egy 1,5%-os gazdasági növekedésre tervezzük. Tehát én nem a gyengeség jelét látom ebben, hanem az erőnek a jelét. Most, ami a jegybank elnök úr véleményét illeti, hát ugye természetesen kapcsolatban vagyunk egymással folyamatosan, és ezért én meg is értem a jegybank elnököt. Tehát nagyon régen volt jegybank elnök olyan nehéz helyzetben, mint most. Hiszen az inflációért mégis a jegybank felel. Tehát a törvény szerint, így hívja a törvény, az árstabilitást, azt a jegybanknak kell garantálnia. Nyilván egyedül nem tudja, de mégis az oroszlán rész az övé. És az infláció közben meg a 20%-os álomhatár fölött van. Tehát óriási nyomás van a jegybank elnökön, ezt meg kell értenünk. Másfelől az eszköz, amit választott a jegybank, hogy magas kamatokat vezetett be a gazdaságba, ez ugye ellehetetleníti a vállalkozásoknak a hitelfelvételét. Tehát a vállalkozói oldalról is óriási nyomás alatt van a jegybank.
nehezebb helyzetben van, mint én magunk között lejön mondva. Az enyém se könnyű, de a jegybankelnök az még nehezebb. Úgyhogy én megértem azt, hogy a jegybankelnök az anortodox módon viselkedik most a nyilvánosságban. Az utolsó kérdésem, ha megengedik. Miniszterelnök úr az imént mondta, hogy 30 éves korig kitolják az összhiamentesség határát, ha vállalja valaki, hogy szül. Hölgy, igen. 35, bocsánat. Nem, 30 és hölgy, igen, ha hölgy vállalja. Igen, hölgy vállalja, hogy szül gyermeket. Az embereket az is nagyon érdekli, hogy a most év végén lejáró babaváró hitelt meghosszabbítja-e 23-ban a kormány, illetve a lakásfelújítási támogatást. Miniszterelnök úrnak mi a véleménye, ön milyen álláspontot képvisel a kormányülésen erről? Többfajta lakástámogatási jelen, otthonteremtési támogatási jelen van, egy kifut belőle, a többi az megmarad. A babaváró hitelről viták szoktak lenni, bevezetésekor is az volt. Most is így áll a helyzet. Én úgy látom, hogy mi vagyunk többen, akik meg akarjuk tartani. És nem csak azért, mert szerintem ez egy jó program, hanem azért is, mert most még az a nemzedék van többségben a kormányban, amely Andorka Rudolf iskolájába járt. Tehát mi még a családtámogatást, a családpolitikát, az Andorka Rudolftól tanultuk, és ott az első számú tétel, amit meg kellett tanulni, az úgy hangzott, hogy csak az a családtámogatás működik, amely hosszú távon változatlan és kiszámítható. A babaváró hitelt most vezettük be. Milyen családpolitika az, ami vezetés után egy évvel hirtelen valamit kivezet? Tehát én benne nem hiszek. Ezt fönn kell tartani, amíg bírjuk, ezt a ajánlatunkat a fiatalok felé fönn kell tartani. Aztán majd néhány év múlva meglátjuk, hogy mennyien éltek vele. De biztos, hogy hosszú éveken keresztül szerintem, miután ez szíve közepe a magyar családtámogatási rendszernek, jobb nem érinteni, inkább erősíteni, nem pedig gyengíteni kell. Köszönöm, a Bloombergot kérem követően. Köszönöm szépen, Simon Zoltán, Bloomberg. Ukrajnával kezdeném. Ugye azt mondta felvezetőjében, hogy Európa belesodródik ebbe a háborúba, még Magyarországnak sikerült kívül maradnia, és többek között azzal azt mondta, hogy úgy sodródik bele Európa, hogy működési támogatást ad Ukrajnának. Most ugye tudjuk azt, hogy Magyarország is ad ilyen jellegű támogatást, ahogy részletezte Magyarország vitája, nem is azzal volt, hogy ilyen támogatást ad Ukrajnának, hanem inkább az, hogy milyen formában ne tegye ezt. Akkor hogyan lehet ezt logikailag áthidalni, ezt a két dolgot? Hát úgy, hogy az Európai Unióban 27-en vagyunk, ha egyedül lennénk, holnap már békét ajánlanánk. Tárgyaló delegációkat küldenénk, és azt mondanánk, hogy tárgyaljunk, 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 béke kell, és azonnali tűzszünet. De ma nem ez történik, nem egyedül vagyunk. De akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországnak nem sikerült kívül maradnia, hisz támogatást ad Ukrajnának. De ha megkérdezed az oroszokat vagy az ukránokat, mind a ketten azt fogják mondani, hogy Magyarország kívül maradt. Tehát sikerült. Azt is mondta, hogy Magyarország érdeke egy független és szuverén Ukrajna. Sokan azt gondolják, hogy a szuverenitás meg a függetlenség alapja a területi integritás. Mi a vélemény ezzel kapcsolatban? Lehet-e független és szuverén Ukrajna úgy, hogy nem marad meg a területi integritása? Nem lehet. Csak ha van területi integritása. És ez azt jelenti, hogy a békét, ugye, amit a magyar kormány nagyon szorgalmaz, létrejöhet-e úgy, hogy Ukrajna nem tartja meg azokat a határait, amelyet mondjuk 2014 előtt. Tehát erről kell tárgyalni. Erről szólnak a tárgyalások. A sorrend a következő. Először tűzszünet. Ne halljon meg több ember. Ne halljon meg több apának meg anyának a gyereke. Több gyerek ne veszítse el az apját a fronton. Álljunk meg. Legyen tűzszünet. Utána legyenek tárgyalófelek, és nézzük meg, hogy kinek mik a pozíció is. Nézzük meg, hogy tárgyalással lehet rendezni az ügyet. Tegyünk erre kísérletet. Ahelyett, hogy folytatnánk a háborút. Ez a magyar álláspont. De nekünk nem dolgunk, hogy tanácsokat adjunk egyébként bármelyik harcoló félnek. Mi csak azt mondjuk, hogy egész Európa szempontjából és Magyarország szempontjából az lenne a jó, ha nem dörögnének a fegyverek, és megpróbálnánk tárgyalással jutni valamire. Hogy a tárgyalások végén jutunk-e szuverén, független Ukrajnához, azt majd a tárgyalások során derül ki. Az elején ne döntsük el, mert ha az elején akarjuk elérni a tárgyalási eredményeket, akkor sose lesz se tűzszünet, se tárgyalás. Ugye Ukrajna
Orbán azt gondolja, hogy harccal lehet megvédeni a terület integritását. Ezt a jogukat mi nem vitatjuk el. Van egy kérdésem, gazdaságilag ugye azt is mondta, hogy próbál kimaradni, amennyire lehet Magyarország itt a gazdasági hatása alól ennek a háborúnak, meg további negatívumoknak. A kérdésem az, hogy amikor októberben a forint árfolyama a rekord mélységekben volt, akkor a pénzügyminiszter felvetette azt, hogy érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy rögzítsék a forint árfolyamát az euróval szemben, vagy egy sávban, amit ugye szakzsargonban ERM2-nek hívnak, ami az euró előszobája. Azt mondta, hogy nincs napirenden az euró bevezetése, de azt mondta, hogy minden józanú gondolkodó ember ilyenkor elgondolkodik azon, hogy ezt meglépje. A kérdésem az, hogy ez az ERM2, a forint árfolyamának rögzítése napirenden van-e, szorgalmazza-e a kormány, vagy ön személy szerint, és mi az álláspontja? Köszönöm. Nincs napirenden, és nem szorgalmazom. Nincs napirenden, és nem szorgalmazom. Köszönöm szépen, az indexet kérem. Köszönöm szépen, Holló Bettina vagyok az Indextől. Mint arról tegnap elsőként beszámoltunk, Csák János meneszti a kultúráját felelős államtitkárt. Az lenne a kérdésem, hogy milyen új feladatokat fog ellátni Hoppá Péter és mikortól? Érdekes, hogy önnek ezt mondta. Nekem azt mondta, hogy kormánybiztos szeretne belőle csinálni, és kérdezte, hogy van-e erre elvi lehetőség, ugyanis a kormánybiztosok, meg mindenfajta egyéb ilyen a hagyományos struktúrába nem tartozó megbízatásoknak a száma korlátozott a kormányon belül, és ő kérte egy plusz kormánybiztosi állást a minisztériuma számára. Arra kérdés, hogy miért, az válaszolta, hogy mert Hoppál államtitkár úrból kormánybiztost akar csinálni, és ő erre megkapta az engedélyt. Hogy Hoppál miniszter úr, illetve államtitkár úr emellett marad-e, vagy csak kormánybiztos lesz, ezt majd csak miniszter úr eldönti. És milyen feladatai lesznek, mi lesz a hatásköre így az új rendszerben? Csák miniszter urat fogjuk erről majd megkérdezni. Előbb részben ez már felmerült, de Pintér Sándor múlt héten a köznevelési konzultáción azt mondta, hogy az oktatáshoz nem ér, de a vezetéshez igen. Ön hogyan értékeli a belügyminiszter oktatási területen végzett munkáját, illetve mi volt a kormányzati struktúra kialakításakor a megfontolás, miért hozzákerült az oktatás? Az én gondolkodásom egybeesik a belügyminiszter úréval, mert én is azt gondolom, hogy a vezetőnek a vezetéshez kell érteni. A szakmához értenek a szakemberek. Tehát az én munkám sem az, hogy jó néznénk ki, ha az lenne a feladat a miniszternek, hogy mindenhez értsen. Az ember még nem született meg. A vezetőnek a vezetéshez kell érteni, és a tudást, ami egyébként megvan a magyar társadalomban, azt kell megfelelő szervezeti formákon keresztül integrálnia az általa vezetett területre. Tehát ez szerintem rendben van. Volt egyszer egy olyan tervem is még 2010-ben, csak aztán Navracsics miniszter úrral nem tudtuk ezt megvalósítani, hogy mi azt is gondoltuk, hogy 2-3 évente érdemes a minisztereket egyik minisztériumból a másikba átmozdítani, és ez javítana esetleg a kormány működésének a hatékonyságán, és a minisztereknek a tűzerejét is növelni. De aztán végül ebből nem lesz semmi, de jól mutatja ez a megfontolás, hogy nekünk alapvetően vezetői szempontból kell értékelnünk, hogy egy terület hova tartozzon. És azt hiszem a kormány alakításkor a parlamentben, amikor bemutatta a minisztereket, akkor világosan okát adtam, hogy melyik államtitkárság, melyik szakterület miért pont oda kerül, ahova. Ehhez képest most sem tudok újat mondani. A V4-es országok együttműködésének a fókusza eddig a migráció volt. Meghatározóvá válhat ez az együttműködés most így az energetika területén, vagy az új típusú kihívásokra esetleg új együttműködési formációkat kell létrehozni? Szerintem tehát az, amit ön kérdez, az több mint jogos vagy indokolt. Válhatna az energetika egy kiemelt területévé a V4-eknél. Korábban sem volt ez teljesen az asztal alatt. Emlékezzünk arra, hogy Szlovákia és Magyarország között például megépítettük a gáz összekötő vezetéket egy V4-es program keretében. Lehetne, és remélem, hogy majd középtávon az energia V4-ek egyik kiemelt témájává is válik. Az a baj, hogy ma az energia is alapvetően a szankció felől
közelítődik meg. Tehát a energia kérdését is a V4-en belül aszerint nézik az ottani államok, hogy mit gondolnak a szankciókról. Tehát ma az energia még nem közös energiabeszerzés, közös energiaelosztás, vagy hasonló szakmai kérdések, hanem ma még inkább a háborúhoz kötődő szankciós kérdések. És a háborúban véleménykülönbség van, most energiaügyben is nehéz így egyetértést létrehozni, de el vagyunk kötelezve az iránt, hogy hosszabb távon a V4-eknek legyen energetikai dimenziója. A világbajnokság alatt volt alkalom találkozni a katari miniszterelnökkel. Arra lennék kíváncsi, hogy miről tárgyaltak és megállapodtak esetleg valamiben. Sok mindenről tárgyaltunk, és meg is állapodtunk néhány kérdésben. Hamarosan lesz közöttünk majd egy hosszabb és alaposabb stratégiai kérdéseket is érintő kormányközi tárgyalás. Addig is megállapodtunk energetikai együttműködésben, szerzünk be energiát Katarból, megállapodtunk pénzügyi kérdésekben, és megállapodtunk további Magyarországról érkező befektetésekben is. Köszönöm. Egy utolsó kérdés, hogy tervezi el jövő évben esetleg Kijevbe látogatni? Nem szerepel a napi rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 444. Köszönöm. Hasznán Zoltán vagyok a 444-től. Miniszterelnök úr, ön nyilatkozta, hogy az édesanyja gyógypedagógusként menj nyugdíjba. Mit tanácsolna neki most, hogy hogyan tudná felhívni a figyelmet azokra a problémákra, amikre gyógypedagógusok hívják fel a figyelmet? Nem tudom, eljutottak-e önhöz ezek a tiltakozások vagy vélemények, hogy nem csak a pénz a probléma, hanem a munkakörülmények nagyon kevesen vannak. Tehát mit tanácsolna ön, hiszen a gyógypedagógusokra különösen szigorú szabályok vonatkoznak a sztrájk ügyében? Hát nézze, én a pedagógus világot, bár nem szeretek személyes vonatkozásokkal előhozakodni, de ha már ön megtette, akkor annyit mondanék, hogy nem csak kívülről tekintem, hanem belülről is, mert hogy a mi családunkban ez van. A szép hagyománya is van, és büszke is vagyok ráadásul az édesanyámra, aki szerintem egy kiváló gyógypedagógus volt. Most már nyugdíjas persze. És ki szoktam kérni a véleményét egyébként azokban a kérdésekben, amelyek az asztalon vannak. A mi elgondolásunk a következő volt. Jó lenne, ha meg is valósulna. Mi külön akartuk választani mindig is azt a kérdést, hogy a mondjuk szakszervezeti típusú igények és követeléseket hogyan kell kezelni a állami oktatásban, és hogyan kell kezelni a szakmai kérdéseket. Az volt a benyomásom, hogy jobb, hogyha ezt nem ugyanazok az emberek intézik. És ezért hoztuk létre a pedagógus kamarát, illetve pedagógus kart. És az volt az elgondolásunk, hogy az összes ilyen anyagi természetű követelésről a szakszikkal kell megegyezni és tárgyalni, és minden, ami szakmai kérdés. Most nem a munkakörülményeknek a fizikai része, hanem az, hogy hány órát, milyen tartalmat, milyen nemzeti alaptant, és így tovább érdemes létrehoznunk, és azt mikor, hogyan kell felülvizsgálni és módosítani, azt meg a pedagógus karral érdemes megvitatni, mert az nem egy szakszereti fókuszú, hanem egy szakmai fókuszú partnere lehetne a kormányzatnak. Én próbálom ezt a struktúrát működtetni, hát egyelőre ilyen eredménye, mint ön is látja. Van még előttem óriási lehetőség, hogy ez javuljon. A pedagógus kar is azt jelzi, hogy a kirúgások nehezítik az oktatás helyzetét. És több probléma is van azon kívül, hogy alacsony a fizetés. Igen, de a tiltakozások törvényes és törvénytelen ügyében nem a pedagógus karra kell beszélni, az igazságügyminiszterre. A jogszabály az jogszabály, ezt nem tudom, 15-ször kell megismételnem, higgyék el. Ha nem tartjuk be a jogszabályokat, nem tudunk tárgyalni sem. Ön azt mondta most a polgári engedetlenségről, hogy a szabályokat be kell tartani, illetve hogy a tanárok menjenek be a munkahelyükre. De pont 2007-ben, amikor önök ugye kordonbontást hirdettek, polgári engedetlenséget, akkor nem mentek be a parlamentbe, tehát 2006-ban bojkotálták a parlamentet, polgári engedetlenséget hirdettek, és azt mondták, hogy példát kell mutatniuk Magyarország polgárai számára, elsősorban a fiatal nemzedék tagjának a számára, hogy van egy olyan határ, aminél már nem lehet túlmenni, és tiltakozni kell. Mi a különbség a mostani, egyébként ugye a kormány által is jogosnak mondott, tehát, hogy a tanárok olyan célokért tüntetnek, ami próbálnak tüntetni, tiltakozni, ami a kormány által is jogosnak mondott, és az akkori helyzet között. Tehát, hogy a Gyurcsány Ferencnek azt mondta majd, de tartsa be a szabályokat, ne bontson kordont, akkor ezt megfogadta volna, vagy sem? Hát ez a beszélgetés nem jött létre, úgyhogy most már ezt nehéz így elképzelni. De úgy emlékszem, hogy amikor a kordonbontás volt, akkor a
Nem az volt a követelésünk, hogy emeljék fel a fizetésünket. Hanem az volt a problémánk, hogy nyilvánvaló szabadságjogsértés történt, a gyülekezési törvényt sértette meg a hatalom. És ezzel szemben akartunk egy szimbolikus gesztust tenni. Most nem erről van szó. Hát szabadon, a sztrájktörvény is kérdés, most, ugye? De most vagy a... szabadon tüntethet és sztrájkolhat mindenki, úgy, ahogy a törvények egyébként ezt lehetővé teszik. Ott egy nyilvánvaló nyílt törvénysértésben volt az akkori, mondjuk úgy, hogy rendőri kormányzat. Tehát én a kettő helyzet között semmilyen összevetést nem tartok észszerűnek, ráadásul ugye mi más munkarendben dolgozunk. Én emlékszem az elmúlt 30 évből olyan munkanapra, amikor 10 óránál kevesebbet dolgoztam volna, akármit is csináltam a kordonnal. A sztrájktörvény is most azért, vagy a sztrájkjog is egy követelés a tiltakozásoknak. Két utolsó kérdést, hogy megenged. Az egyik, hogy Matolcsi György és a jegybank egyik elemzője is azt mondta, hogy az ársapkák 3-4%-kal emelik az inflációt. Mit gondol erről, és miért lett olyan magas az infláció Magyarországon? Miért lett dupla olyan magas az infláció Magyarországon, mint az EU átlaga? Matolcsi György erre szerintem elég világos választ adott, hiszen végül is miután a jegybank felel a ár színvonalért és az árstabilitásért, ezért ezeket az elemzéseket is a jegybank végzi, mi ezeket ismerjük és el is fogadjuk. Ott kétségeim vannak, amikor az ársapkáról beszélünk, azt nehéz egy magamfajta jogásznak belátni, hogyha valaminek korlátozom az árát, akkor az miért vezet áremelkedéshez. Itt inkább az a összefüggés van, hogyha bármilyen árszabályozást vezettünk be az elmúlt 30 évben, független attól, hogy melyik kormány tette, a bankárok mindig tiltakoztak. Tehát itt van egy ősi szakmai véleménykülönbség. A bankárok a szabályozás ellen is, meg az ársapkák vagy az árkorlátozások ellen is mindig tiltakoznak. Amit én próbálok udvariasan elmagyarázni nekik, hogy ezt én értem, de az árszabályozást nem a bankárok érdekében vezettük be, hanem a szegény emberek érdekében. És nekik fontos. Utolsó kérdés, hogy a VB döntő után a Fidesz alelnök és kormányzati médiabirodalom egyik legismertebb figura Bályás Zsolt is azt emelte ki, hogy fehérek a győztesek. Hogy miért ilyen fontos az ön politikai táborában a bőrszín hangsúlyozása? Tehát ugye ön is korábban beszélt arról, hogy az etnikai homogenitást meg kell őrizni, tusványosan beszélt arról, hogy nem szeretnénk kevert fajúvá válni. Miért ennyire hangsúlyos ez a Fidesz és táborának a politizálása? Az én számomra nem hangsúlyos, különösen, hogy a futballról van szó, tekintve, hogy a magyar válogatottban sem kizárólag egyféle emberek játszanak. Éjjel Luis Négo. De akkor, tehát például miért beszélt az etnikai homogenitás megőrzéséről, vagy a fajkeveredés? Azért, mert azt a véleményt, ami az etnikai homogenitást mindig negatív összefüggésben hozza, és egy etnikai homogén közösséget mindig kevésbé értékesnek tart, mint egy összekevertet, ezt a megközelítést nem fogadom el. Egyébként a kérdés története és nem filozófia, hogy ki ilyen, ki olyan. Köszönöm szépen, Justin, ez épít, kérem szépen. Itt közében. Köszönöm szépen, Justin Spike vagyok az AP-től. Látszik az elmúlt hetekben, hogy Magyarország kormánya keres új energiaforrásokat Katarban, vagy Omanban, Azerbajdzsánban. A jövő évben lesznek-e más lehetőségek az asztalon, hogy különböző energiaforrásokat megszerez Magyarország, és vannak konkrét célkitűzések arra vonatkozóan, hogy mennyire szeretne a kormány csökkenteni, vagy csökkentetni a függőséget az orosz energiára. Egyáltalán az cél-e, hogy előbb-utóbb leszokja az orosz energiától? Nem is úgy fogalmaznék, hogy leszokjon az orosz energiáról, hanem hogy az import energiáról szokjon le. Most az éppen orosz-e vagy máshonnan jön, ennek van jelentőség, de csak másodlagosan. A kérdés az, hogy önellátóak tudunk-e lenni, vagy sem. És itt egy olyan dolog van, ami rossz érzéseket kelt bennem az elmúlt évek kormányzati politikája ügyében, ez a Paks 2. Tehát nem hiszem, hogy 13 vagy 14-ben döntöttünk arról, hogy a Paks 2-t meg kell építeni, éppen azért, hogy Magyarországnak az energiakitettségét radikálisan lecsökkentsük. És ha ma a Paks 2 meg lenne, akkor mi csak ennyit csinálnánk, kérnénk egy kávét. És az, én megpróbáltam mindent, de vagy nem voltam elég határozott, vagy
nem találta meg a jó útvonalat, de ezt a szerencsétlen Paks 2 programot állandóan mindenki elgáncsolta, és nem tudtam megvédeni. Elgáncsolta a magyar ellenzék, vesztettünk egy évet, elgáncsolta Brüsszel, újra kellett tárgyalni, vesztettünk egy másikat, és szoktam azon gondolkodni, hogy vajon nem kellett volna valamit másképpen csinálni ahhoz, hogy hamarabb be tudjuk fejezni ezt a programot. És akkor 23-ra terveztük, tudja? Tehát az volt a terv, hogy 23-ban termel. És képzelje el, 23-ban Paks 2 termel. Meghosszabbítjuk a Paks 1 üzemidejét. 60%-unk van a nukleáris energiából. Közben a szolár fölment 20-ra. Mi bajunk lenne? Remélem, nem csak én szoktam elgondolkodni azon, hogy miért nem sikerült ezt megvalósítani, hanem azok is, akik gáncsolták. Tehát az igazi kérdés ez, hogy nem orosz vagy, nem azt mondom, hogy tudunk-e függetlenek lenni. Még akkor is, hogyha egyelőre az üzemanyagát a atomerőműnek az importból hozzuk be, ha bár vannak uránkészleteink, amelyek alkalmasak arra, hogy cserébe üzemanyagért azt felajánljuk. Tehát a legkevésbé kitett energiaforrás mégiscsak, legkevesebb kitettséget okozó energiaforrás Magyarországon ma mégiscsak a nukleár lenne, nukleáris energia lenne. De a sopánkodáson kívül csinálunk-e még mást? Talán ez a önkérdésének folyománya. Hát ugye Magyarország egy olyan ország, nincsen tengere. Ebből fakadóan energiát csak vezetéken tud kapni. A vezetéknek két fajtája van, a cső meg a kábel. A csövön azon gáz jön, a kábelen meg elektromos áram. És ezt csináljuk. Tehát most éppen egy hatalmas nagy kábelépítési mega dealbe vagy meg a vállalkozásban vesz részt Magyarország, Azerbajdzsánnal, Grúziával és Georgiával és Romániával. Ha jól emlékszem, 2010-ben a gázcső összeköttetése Magyarországnak a külvilága két ponton volt, meg most 7 irányban vagyunk már meg. Tehát ezeket folyamatosan növelni fogjuk, és persze tárgyalunk kikötőkkel, mint hogy a horvátokkal is van megállapodásunk, arról, hogy kikötőkben tudjuk fogadni magyar cseppfolyósított, Magyarországra szánt cseppfolyósított gázt, és onnan föl tudjuk szállítani Magyarország. Tehát ilyen programokat egymás után is folyamatosan vizsgálunk, de megváltást a Paks 2-hoz. Köszönöm szépen, Mandiner. Köszönöm, Kacsó Dániel, Mandinertől. Kicsit még Paksnál maradva, jelenállás szerint milyen akadályai vannak annak, hogy begyorsuljon adott esetben a beruházás, tekintve azt, hogy az európai és az orosz gazdaság egymásról való leválasztása az öles léptekkel zajlik? Az a veszély, ami talán az ön kérdéséből kiviláglik, azt eddig kezeltük. Tehát jogos az, aki nem mondott kérdés, hogy várható-e, hogy az Európai Unió úgy, hogy a nukleáris energia tekintetében is leválasztja magát Oroszországról. Ami abban a formában történhet meg, hogy a nukleáris energia terméléshez szükséges eszközöket fölteszik a szankciós listára. Erre voltak kísérletek, ezeket sikerre verte vissza eddig Szijjártó Péter, illetve Magyarország, de ilyen kísérletek még lesznek, és valóban a Paks 2 sikere összefügg azzal, hogy nekünk végig képesek, végig alkalmasnak kell lennünk arra, hogy megvédjük a szankciós listától a teljes nukleáris energiaipart. Áprilisban, jól emlékszem, miniszterelnök úr tett egy felajánlást, hogy akár Budapest is lehet helyszíne fegyverszüneti vagy béketárgyalásoknak, megújítja esetleg ezt a felajánlását. Hát Magyarországon van egy állandó felajánlása, de ma nem a helyhiány okozza azt, hogy nincsenek tárgyalások, hanem a harcoló felek, illetve a mögöttük álló nagyhatalmak egyelőre nem szánták el magukat. Én megismétlem azt a korábbi kicsit szokatlannak tűnő állításomat, hogy alapvetően amerikai-orosz tárgyalásokra van szükség. Ha nincsenek amerikai-orosz tárgyalások, nem lesz béke. Most a kormányzat aktuális érvei az euróvezethez való csatlakozással szemben, tekintve a forint árfolyam sebezhetőségét, ingadozását az elmúlt, különösen az elmúlt egy évben? A kérdés több, mint indokolt. A forint árfolyamának hektikus változása az arra a tényre mutat rá, hogy a forint értéke és a magyar gazdaság talapzatának szilárdsága és a magyar gazdaság teljesítményének egymáshoz, annak a szintjének nincs egymáshoz semmi köze. Tehát egy ország gazdasági teljesítménye nem tud annyit változni, mint amilyen gyorsan ugrál a forint. Tehát nyilvánvalóan itt elszakad a forint a magyar gazdaság tényleges képességétől és erejétől. És ilyenkor jó indok, ez jó indok arra,
hogy egy szélesebb valutaövezethez kapcsolódjon egy ország, mert ez stabilitást tud adni a pénzének. Tehát van érv az euróhoz való csatlakozás mellett. De ezt az érvet én kisebbnek tartom annál, mint hogy az euróhoz való csatlakozás az elmúlt 20 évben személyesen is látott tapasztalataim szerint lelassítja a gazdasági növekedést. És itt van kéznyújtásnyi vagy karnyújtási távolságra példa, amely ezt mutatja. Tehát szerintem, ha a magyar gazdaság növekedni akar és fel akar zárkózni, akkor jobb, ha az eurózónán kívül marad. Ha a stabilitás fontosabbnak tartja, mint a fölzárkózást, akkor jobb, ha belép. De én azt javasolnám Magyarországnak, hogy a gyors fölzárkózást tegye az első helyre, és ezért ne lépjen be. Magyar igazságszolgáltatás szervei dolgoznak az említett 3 milliárd dolláros segítség ügyében. Tesz ezen túlmenően esetleg a kormány diplomáciai lépéseket, hogy tisztázza ennek a forrását, vagy ennek a hátterét, ennek a külföldi támogatásnak? Egyelőre nyomozás zajlik, majd utána meglátjuk. Még egy utolsó egyetlen kérdés. Van-e visszaút a Fidesz számára az Európai Néppártba, illetve van-e szándék, tekintve, hogy egy komoly megegyezés született most az európai szervezetekkel, át van világítva a magyar jogállamiság? Az a kérdés, hogy az Európai Néppárt elnyerheti-e még egyszer a Fidesz kezét, az válaszom, hogy nem. Már máshol vagyunk, elkeltünk. Köszönöm szépen, BBC. Nick Thorpe from the BBC. Nick Thorpe vagyok a BBC-től. Olmat mondani, hogy bátorítani a miniszterelnök, hogy nem kell félni a független és a nemzetközi médiától, és ha esetleg, ha több interjút adna nekünk, nem kellene nekünk templomok előtt, kórház, folyosón, határátkelő helyen, kávézóban várni. Nagyon hálás lennék, és talán ez a bizonyos hungarofóbia, ami létezik a világon, esetleg ezt csökkenteni lehet, ha több lehetőség lenne személyes interjút csinálni. Én személyesen 14 éve várok egy interjút, csak említem. Most jön a kérdésem pedig, hogyan, és angolul tennék a kérdést. Please do. Az, hogy how isolated do you... Mennyire elszigeteltnek érzi magát miniszterelnök úr Európában, és milyen szakpolitikai, politikai döntések vannak az ön tarsójában, hogy túlemelkedjen, felülemelkedjen ezen az izoláción. Láttam Bukarestben, hogy ön erősen támogatta Románia Schengeni csatlakozását, de milyen más konkrét szakpolitikai intézkedések vannak a tarsójában, hogy az izoláltságot megváltoztassa? Ahhoz, hogy észszerű módon tárgyaljunk, különbséget kell tenni a között, hogy elszigeteltek vagyunk, illetve a között, hogy nem értünk egyet. Ez a két dolog azért nem ugyanaz. Ez a két dolog nem azonos másikkal. Számos kérdésben nem ért egyet. De nem jelent elszigeteltséget. Az elszigeteltség az más. Az elszigeteltség az az, hogy nem veszel részt olyan nagy közös döntésekben, amelyekben egyébként szeretnél, vagy érdeked lenne részt venni. Most ez az utóbbi, ez nem áll fönn. Hát egy Európai Uniós tagállamot, meg egy NATO tagállamot nem lehet elszigetelni. Lehet vele egyet nem érteni. Az is lehet, hogy mi nem értünk egyet senkivel. De ez nem elszigeteltség, hiszen ott vagyunk azoknál a döntéseknél, részt veszünk azokban a döntésekben, amelyek a közösségünk döntését, illetve haladásának irányát jelöli ki. Ráadásul Magyarországnak, ön, aki az elmaradt interjúk helyett nyilván a magyar történelmet tanulmányozza, legalábbis amikor még gyakran beszéltünk egymással, akkor úgy vettem észre, hogy önnek vannak mélyebb ismeretei a magyar történelemről. Tehát ha felidézi ezeket, akkor tudhatja, hogy az államalapítástól kezdődően a magyarok mindig, ahogy ezt most modernul mondják, a connectivity-ben hittek. Tehát Magyarország mindig úgy vett részt valamilyen együttműködésben, hogy közben a világ többi részével is kapcsolatokat tartott fönn. Megnéz az első Árpádházi királyoknak a külpolitikáját egészen az osztrák-magyar monarchiáig, akkor ezt látja. És ennek a folyamatosságát láthatja a mi politikánkban is. Tehát Magyarország miközben egy közösséghez tartozik, így nem is tud elszigetelődni, aközben minden erejével érvel a blokkosodás ellen. Ha beáll a blokkosodás, akár katonai értelemben,
amit decouplingnak szoktak most leírni, akár gazdasági értelemben, annak Magyarország vesztese lesz. Ez 1000 év óta van így. Ha blokkosodás van, akkor Magyarország mindig vesztese lesz a külpolitikának. Ha ránéz a térképre, rögtön látja, ha beáll egy blokkosodás, akkor mi a nyugati világ keleti perifériája vagyunk. Ha van kelet-nyugat együttműködés, akkor mi vagyunk a világ közepe. Ezért Magyarországnak mindig törekednie kell arra, amit connectivity-nek neveznek. Minél több helyre. Ezért voltunk Katarba, Ománba, tartjuk a jó viszonyt a kínaiakkal, nem akarok lemondani az oroszokkal való együttműködés még oly visszaszorított formájáról, sem ezek mind értékek. A magyar 1000 éves külpolitika tapasztalatai szerint ezek mind-mind értékek. Ezért a bukaresti út is egy értékes dolog volt a számunkra, hiszen egy olyan együttműködést tudtunk létrehozni, Azerbajdzsán, Georgia, Románia, Magyarország, amire az ember nem is gondolta volna, hogy van ügy, ami egy ilyen együttműködést hoz létre. Ezek mind értékes dolgok. Interjúkat meg szívesen adok, és ha lesz mondandóm. Tehát csak azért, hogy revolver újságírói kérdésekre válaszoljak, és így töltsem a napomat, értsem meg, hogy ez nem olyan vonzó ajánlat a számomra. Amikor úgy látom, hogy van értelmes, konzultációs, valódi interjú lehetősége, ahol arra kíváncsiak, hogy mit gondolunk dolgokról, és nem a hogyan szúrjuk a bika hátába a pikát, és rázzuk előtte a vörös vásznat, szóval ehhez talán megérti, hogyha az én munkám mellett talán nem érdemes időt fordítanom. De ha van értelmes konzultáció és interjú lehetőség, én sosem zárkozom el. Köszönöm szépen. RTL-t kérem szépen. Köszönöm szépen, Kéri Barna vagyok az RTL-től. Többször előkerült már az oktatás, illetve az egészségügy. Én még egyszer föltenném a kérdést, ami talán már el is hangzott, de azt hiszem, hogy nem jött rá válasz. Miniszterelnök úr bízik-e még Pintér Sándorban? Bízik-e abban, hogy Pintér Sándor vezetése alatt olyan tárgyalásokat lehet folytatni mind az oktatásügyben, mind az egészségügyben, amelyek megoldásra vezetnek, vagy a megoldáshoz közel visznek? Természetesen. És most így áll a helyzet? Most arra felé megyünk? Természetesen. De az ágazati szereplők azok nem ezt mondják feltétlenül, vagy nem mindegyikük ezt mondják. De dolgozni kell ezen. Mit üzen azoknak az embereknek, akik így karácsony előtt most elmennek a boltba és szembesülnek a rekord inflációval, az Európa rekord inflációval, miközben ugye egy kutatás szerint Magyarországon a második legkevesebb a bére a teljes foglalkoztatásban dolgozóknak. Azért kérdezem ezt, mert korábban arról beszélt, hogy a rezsi kapcsán arról beszélt, hogy aki nem tudja fizetni a rezsijét, az vagy fogyasszon kevesebbet, vagy keressen többet. Ez igaz ebben a helyzetben, és azokra is, akik elmennek most a boltba? Úgy tudunk segíteni az embereknek abban, hogy többet keresnek, hogy csökkentjük az adójukat. Tehát mi azért dolgozunk, hogy az emberek egyre többet tudjanak keresni. És a kormány úgy tudja ebben segíteni nekik, hogyha csökkenti az adókat. Ezért csökkentjük az adókat szinte minden évben. A jövőben is ezt fogjuk tenni. Azt szeretnénk, hogy az emberek minél több pénzt keresessenek. Ez a kormányzat kivált, kifejezett és vállalt célja. De az áfát például nem csökkentik? Hát ez egy régi vita, ezt 2010-ben megvitattuk, de újra megbeszélhetjük. A magyar adórendszernek az a vonzereje és sajátossága és egyben sikerességének a kulcsa, hogy a munkát terhelő adók Európában a legalacsonyabbak. És a munkát terhelő adók helyett a fogyasztáson keresztül szedi be a költségvetés azt a pénzt, amire szüksége van. Ez egy adófilozófiai kérdés, és nem is akarunk változtatni. Ha már infláció, itt a jegybank elnök felelősségéről beszélt ebben az ügyben, Tőgyesi Péter egy interjúban pedig egyenesen Orbán inflációról beszélt, azt mondta, hogy az ön, illetve az ön kormányának a tevékenysége az azt hiszem 6-7%-kal járul hozzá az inflációhoz, vagy annyival emeli ezt. Mi a véleménye erről? Valóban létezik-e az Orbán infláció? Ez is megtisztelő, hogy Tölgyesi Péter ebbe a magasságba emeli a személyemet. Másról azt kérem mindenkitől, hogy majd amikor egy számegyű lesz az infláció, és letörjük, akkor ezekre a kérdésekre majd kérjünk vissza. Hát, ha azt megérdemlek, lehet majd látni. Mikor lesz egy számegyű? Legkésőbb a következő év végén. Beszélt korábban arról, hogy az Európai Bizottság ön szerint miért nem adott pénzt, miért nem egyezett meg, miért nem ad pénzt Magyarországnak, illetve Lengyelországnak. Ez azt jelenti, hogy abban, hogy egyre úgy tűnik, hogy a Magyarországnak járó források egy része zár alatt marad, a kormánynak nincsen felelőssége, tehát mindent jól csináltak? Igen. Mindent ugyanúgy csinálnak? E tekintetben minden. Sajnos az élet minden területére ez nem igaz, de e tekintetben igen.
Akkor miért vállalják azt, hogy 27 ponton is változtatásokat tesznek azért, hogy ez megfeleljen az Európai Bizottság? Az Unió ezt kérte. Mi nem kezdeményeztünk semmi ilyesmit. Ők ezt kérték, mi meg megcsináltuk. De a jón változtatnak? Ha nem rontják? Nem, új dolgokat kértek. Nem azt kérték, hogy változtassunk meg valamit, hanem leginkább azt kérték, hogy hozzunk létre új dolgokat. Hát, hajrá! Részben szóba került már ez a kérdés. Ön tusványosan beszélt arról, hogy le kell jönni a gázról, azt hiszem egész pontosan így fogalmazott. Ebben most hol állunk ebben a feladatban? Ugye nyilván csökkent a gázfogyasztás, az látszik az adatokon, de hogy lejövünk-e a gázról, le tudunk-e jönni, mikorra tudunk lejönni a gázról? Ha Paks 2 megvan, akkor nagy léptékben tudjuk csökkenteni a gázfogyasztást. Egész addig, amíg az nem megy, addig ilyen sufni megoldások vannak. Tehát megpróbálunk elérni olyan szabályokat mondjuk az állami intézményeknél, hogy csökkentsék az energiafogy, a gázfogyasztásukat 25%-kal, ami enyhíti az árnyomást, de nem oldja meg a bajt. A bajt a Paks 2 oldja meg. Ez a napokban bejelentett tengeralatti vezeték, amelyel zöld energia érkezhet Magyarországra, és a sufni megoldások körébe nem, tartozik? De az majd 26-27-ben van. Mire az elkészül, az 26-27. Most még egy részletes kivitelezési tanulmány készül, utána meg kell állapodni a 4, illetve az Európai Unióval együtt 5 félnek a finanszírozásról, utána meg kell kezdeni az építkezést, több mint 1000 kilométer hosszan át kell hozni egy elektromos vezetéket a tenger alatt, majd utána a Romániából el kell hozni Magyarországig. Ez a 26-27 ez reális, de a baj az nem akkor van, hanem most és itt ezeket a megoldásokat tudom, amit elnézést, de ilyen sufni tuningnak kell, hogy tekintsek, mert igazi nagy szerkezeti megoldást, azt még egyszer mondom, Magyarország számára csak a nukleáris energia hozhat. Szóval bocsánat, Gulyás miniszter úr, hogy hozzá egy dolgot. Egy pontot szeretnék igazítani, hogy éveken keresztül kizárólagos mutatóként merült fel az, hogy az egyfőre jutó GDP-je egy országnak az pontosan mennyi. Javaslom távol is ezt használni, mert ugye most valóban egy sajátos kutatási módszerrel azt kezdték el vizsgálni, hogy ki mennyit költ, de az, hogy ki mennyit költ és ki mennyit tesz félre, erről mindenki szabadon dönt. Tehát ez semmit nem mutat ki. Ehhez képest, ha megnézzük a GDP-ben fennálló helyzetet, tehát az egyfőre jutó GDP-t nézzük, akkor azt látjuk, hogy Magyarország mögött már heten vannak az Európai Unióban, és Portugálokat is behoztuk, sőt a magasabb, tavalyi magasabb gazdasági növekedés miatt meg is előztük. Tehát, hogyha a valós helyzetet akarjuk felmérni az ország gazdasága, mit ért el, akkor az felettébb másként néz ki. Köszönöm szépen. Még nagyon röviden szó került korábban az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügyre. Ennek ugye hírek szerint a másik oldalán Katar áll, ahol ön járt az elmúlt héten. Az ottani tárgyalásain szó esett erről az ügyről valamilyen módon? A tárgyaló partnerei erre, vagy ezekre a hírekre reagáltak el valamilyen formában? Semmilyen formában sem. És nem csak kérdezetre? Nem, ez a mi problémánk. Ez nem az ő problémánk, az a miénk. Köszönöm szépen, Telex. Köszönöm szépen, hogyha megengedi, Fábián Tamás vagyok a Telextől, egy távlatosabb kérdéssel kezdenék, hogy a jövőre lesz 60 éves, és összesen már 16 éve vezeti az országot. Angela Merkel 67 éves volt, 16 év kancellárság után, amikor visszavonult. Hogy gondolkodott-e már azon, hogy meddig tervezi az aktív politizálást? Ugye én másik matematikát használok, tehát azt hiszem, 16 évig voltam ellenzékben. És az idén, ha megérem az év végét, akkor 17. éve leszek kormányon, tehát csak egy éve. Tehát ezt nem tartom kielégítőnek. Tehát ez még nem az a dolog, amire az ember azt mondaná, hogy itt az ideje visszavonulnia. Mégiscsak ennek a szakmának az a szépsége, hogyha az ember kiérdemli az emberek bizalmát, és tehet valamit a hazájáért, meg az emberekért. Úgyhogy jobb kormányon lenni, mint ellenzékben, de a szaldója ennek még csak egy, nem pedig 16. Ezt kivárnám. Akkor gondolkodott már azon, hogy meddig tervez? Hát nézd, a mi szakmánkban úgy van ez, hogy nem, csak nem ezért jöttünk össze. Tehát itt nem lehet tudni, hogy meddig bírja az ember. Egyik nap még úgy néz ki, hogy ide nekem az oroszlánt is, és másnap pedig olyan, mintha 100 évet öregedett volna. És fordítva is láttam már. Itt van a németek Adenauerje, aki úgy néz ki, mint egy öreg ember, és egyszer csak kancellár lesz, és utána kivívja a világ csodálatát. Szóval ez nem olyan, mint a futball.
hogy egy bizonyos életkor után az embernek már gondolkodnia kell arról, hogy mi lesz vele. A jó Isten majd ezt eldönti, nem kell nekünk itt túl okosnak lenni. Még egy felvetésem van ezzel kapcsolatban, hogy egyébként lehet olyat mondjuk a Fideszben, akit alkalmasnak tartana az ön utódjának? Hát csak ilyeneket látok szinte. Én már nagyon óvatosan kell ott közlekedni. De ez most nem ezért jöttünk össze, hogy ezt megbeszéljük. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie? Bocsánat, az életmód kérdések helyett, ha van releváns kérdések, érjünk el azokra, jó? Mert akkor továbbadnám a szót. Szóval... Akkor erre nem. Jó. A Matolcsi György kijelentésével kapcsolatban ugye azt mondta a jegybankának, hogy jelentős külföldi hitelfelvételt tervez a kormány jövőre. Mit szól ez az állításhoz? Szükséges lesz. Tehát mint említettem önöknek, fizettünk 21-ben 7 milliárd eurót, fizettünk 22-ben 17 milliárdot, és ebben az évben fogunk fizetni. Ha jó Isten megsegít bennünket, akkor 17 körül, ha nem, akkor kb. 20 milliárd eurót. Ezt valahonnan be kell szerezni. Ugye a pénzügyminiszternek az a dolga, hogy az ország előtt álló következő évnek a finanszírozási tervét elkészítse. Szerintem ez megtörtént, mert tegnap erről tartott egy sajtótájékoztatót, ma azt a kormánynak is el fogja mondani. Tehát van egy pénzügyminisztériumi finanszírozási terv, hogy hogyan kell ezt a pénzügyi kérdést kezelni és megoldani. Tehát ez kezelhető is, és a pénzügyminisztérium tudja is a módját. Tárgyalnak az IMF-fel erről a kérdésről? Nem. Tehát akkor az, hogy IMF hitelt vesz fel a kormány, az kizárható? Itt vaskalaposabbak vagyunk a kelleténél, azt hiszem. De hát ettől még vaskalaposak vagyunk. Tehát az IMF az egy szuverenitás kérdés Magyarországon. Tehát az IMF-el lehetne értelmesen tárgyalni. És az IMF által kínált pénzügyi eszközök gyakran kedvező kondíciójúak is. De azok mindig feltételhez kötött pénzek. Méghozzá általában olyan feltételhez kötik őket, ami fáj az embereknek. Ezért az IMF az itt, hát ha nem is részből van, de mindenképpen egy mumus itten a közép-európai világban. Az a szuverenitás elvesztése az arról szól, hogy nem voltál képes arra, hogy a saját pénzügyeidet különleges segítség nélkül, önerőből, meg a pénzpiacok segítségével magad menedzseljed. Ezért az IMF-től mindenki óckodik. Meg van ez a sorrend. Tehát az IMF a legjobb kamatozású, de a legrosszabb feltételekkel adja a pénz politikai értelemben, mert mindenfajta dolgok. A második legrosszabb pénz az uniós pénz. A harmadik, ami a legjobb pénz, az a pénzpiaci pénz, mert ott nincsenek feltételek. Vissza kell fizetni kamatostól, pont. De ott nem mondják meg neked, mint az unióban, vagy az IMF-ben, hogy csinálj így, járj a füleden, énekelj szopránú, meg nem tudom, ezek nincsenek. Tehát a legjobb pénz mindig a pénzpiaci pénz. Tehát akkor IMF hitel nem lesz, csak hogyha rövidre szerjük ezt a kérdést. Még a oktatáshoz annyiban kanyarodnék vissza, hogy november 30-án rúgtak ki ugye ismételten 8 tanárt, és ön többször több eszemben fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy figyelmeztetik őket, levelet küldenek, hogy mielőtt ezek a kirúgások megtörténtek, Pintér Sándor konzultálta önnel ebben a kérdésben? Nem kell konzultálnia, mert az lehet, hogy elvárom tőle, hogy tartsa be a törvényeket. Akkor kéne konzultálni, ha nem akarja betartani a törvényeket, de akkor nem konzultálni, kell lemondani. Csak ugye azért merül fel a kérdés, mert ez mégis egy érzékeny politikai terület, amelyik ismételten ugye nagyobb svungot és újabb lendületet adott mondjuk az oktatással kapcsolatban. Igen, ezt mindig mondja, ezt nem fogadom el. Tehát ha a magyar miniszterelnök a jogszerűség kérdésében politikai érzékenység alapján hoz döntéseket, akkor vége van a világnak. Akkor itt a anarchia lesz, és fölbomlik minden. Hát akkor majd az egészségügyiek sem mennek be, aztán meg a rendőr nem megy be, aztán a katona mondja azt, hogy hát most inkább nem teljesít szolgálatot, szóval hova fogunk jutni? Tehát vannak minden állami alkalmazott számára, vannak törvényes, tiltakozás törvényes forma. Ezek azért vannak így, mert az állami alkalmazott tiltakozása nem a magánszektornak okoz kárt, mint mondjuk az autóiparba. Ugye a tiltakozás arra találták ki, hogy ha a munkás úgy érzi, hogy alul van fizetve, akkor a kárt okoz a tőketulajdonosnak, és megegyeznek arról, hogy a profitból többet engedjen át a tőketulajdonos a munkásnak. De az állam esetében kinek akarnak kárt okozni? Tehát ezért nagyon fontos, különösen az állami szektorban, hogy a tiltakozás törvényes formáit tartsuk be. Mert olyanoknak fogunk kárt okozni, akik nem érdemelték meg, hogy kárt okozzunk nekik, hogy nem tanítjuk a gyerekeket.
vagy a szülő nem tudja hova tenni a gyereket. Tehát ezért itt az állami szektorban kétszeresen fontos, hogy ne politikai szempontból induljunk ki, hanem kizárólag a jogot figyeljük, és az legyen tudott mindenki számára. Ezért fontos, hogy a belügyminiszter igenis írasson leveleket azoknak, akik a tiltakozás nem törvényes formáját válasszák. Ha kell kettőt, ha kell hármat, mert a dolog lényeg, hogy értsük meg egymást. Nem az, hogy erőt mutassunk egymással szemben, mert ki szenved itt kárt. Hogyha nincs tanítás. És a Le Monde következik. Még egy. A Le Monde következik. Le Monde? There was a question from Le Monde. Kérdés a Le Monde-tól. Then the colleague there. Akkor. 24 pont. Köszönöm szépen, Nagy Gergely Miklós vagyok a 24.hu-tól. Miniszterelnök úrtól azt szeretném kérdezni, hogy a magyar közoktatás szerint milyen állapotban van? Szerintem jó, hogyha a magyar miniszterelnök, meg általában minden politikai vezető a saját ítélete helyett azokra hallgat, akik egyébként az adott ügyben érintettek. Tehát, hogy az oktatás milyen ügyben van, azt a szülők, a diákok és a tanárok tudják jól megmondani és pontosan megfogalmazni. Én elfogadom az ő véleményüket. És talán még egy dolog van, bocsánat, az oktatásnál még egy szereplőnek a véleménye számít. Ezek a munkaadók, hiszen a kikerülő volt diákokat, immár felnőtt emberként ők alkalmazzák, és az fontos kérdés, hogy milyen tudással érkeznek a fiatalok az első munkahelyükre. Tehát ezért a szülők, a diákok és a pedagógusok mellett itt talán a gazdasági szereplők véleménye is fontos. A bérkérdésről beszél a kormány alapvetően, hogyha oktatási kérdések kerülnek elő. Azt szeretném kérdezni a miniszterelnök úrtól, hogy nevezzem meg két problémát az oktatás területén, amelyben előre kellene lépni, amit meg kellene oldani. Nem szorulnak a szakemberek az én segítségre, mert egész hosszú listájuk van. Én azokat mind komolyan veszem és érvényesnek tartom. De mi az ön véleménye? Én nem vagyok az oktatási miniszter. De csak van valamilyen vélemény arról, hogy a közoktatásban milyen fő problémák vannak a bérkérdésen kívül. Én segíteni szeretnék az oktatás szereplőjének abban, hogy ők az oktatás színvonalát javítani tudják. Én ebben akarok segíteni, nem rájuk akarom erőltetni a magam véleményét, ez egy teljesen más hozzáállás. De nincs két olyan pont, amelyet ki tudna emelni, és azt mondaná, hogy ebben meg kellene állapodni, és ez egy fontos kérdés. Abban a két ügyben, amit fontosnak tartott, ott hoztam döntéseket, ott nem megállapodtam, hanem a kormány hozott döntéseket. És mi volt ez a két ügy? Iskolai testnevelés és hittanoktatás. Tehát az iskolai testnevelés és a hittanoktatás a magyar közoktatás két legfőbb problémája? A magyar fiatalok szellemi és fizikai egészsége a két legfontosabb probléma. A magyar fiatalok fizikai és lelki egészsége a két legfontosabb kérdés szerintem. Akkor gazdasági kérdésekről is szeretném kérdezni a miniszterelnök urat, hogy az Orbán infláció kifejezés az már szóba kerül, de az előző válaszokból úgy értettem, hogy a kormányfő, illetve a magyar kormány semmilyen szinten nem tartja magát abban felelősnek, hogy az Európai Unióban, Magyarországon a legmagasabb az infláció, az Eurostat novemberi adatai szerint. Ezt jól értem, hogy a inflációs szinthez a magyar kormánynak, illetve a miniszterelnök úrnak semmi köze nincsen? Az infláció több tényezőnek az eredménye, mondta Matolcsi miniszter úr, illetve jegybank elnök úr, és egyetértek vele. És ebben egyetlen tényező sem a magyar kormány. Ezek között szerepel több is, ami érintheti a magyar kormányt. Az egyik, ugye, amit mond a jegybank elnök úr, az árfolyam kérdése. Ez nagyon fontos, hogy ha a táblázatokat nézzük, akkor ne felejtsük el, hogy miután nem vagyunk az euróvezet tagjai, ez az árfolyam változása azonnal összefüggésben van az árszínvonallal. A második ilyen kérdés az a magyar gazdaság termelékenységének a kérdése. Ezt a jegybank elnök úr szintén elmondta. A harmadik az a magas államadósságnak a kérdése. 82%-kal vettük át 2010-ben GDP-arányosan a magyar államadósságot, most 70-valahányon vagyunk, tehát lejjebb vagyunk, mint voltunk. Tehát ezek mind olyan elemek, amelyek szerepet játszanak. A legfontosabb persze az szankcióknak a kérdése, hogyha nem lennének szankciók, mondjuk az energiára nem lenne szankció Brüsszelbe, és mondjuk egy tündér holnap reggelre egy varázsbottal megszüntetné az energiaszankciókat, akkor a magyar infláció hirtelen, hát ha a felére nem is, de talán lehet, hogy a feléig is lezuhanna.
és mi a szankciók ellen mindig is harcoltunk, mert tudtuk, hogy inflációt okoz. Ugye 2022-t a rendszerváltás utáni legnehezebb évnek minősítette a felvezető előadásában. Ugye ebben az évben a kormány extra profit adókat vezetett be, lakossági kedvezményeket szüntetett meg, vagy részlegesen szüntetett meg. Azt szeretném kérdezni, hogy 2023-ban kizárható-e az, hogy újabb adókat vezet be a kormány, akár extra profit formájában, illetve hogy újabb lakossági kedvezmények szűnnek meg? Mi nem lakossági kedvezményeket szüntettünk meg, hanem azokat vezettünk be. Hát 13. havi nyugdíjat vezettünk be. A 25 évnél fiatalabbaknak teljes jövedelemmentességet adtunk. A családosoknak visszaadtuk a befizetett személyi jövedelemadónak egy tekintélyes részét. Ezeket nem nevezném elvonásoknak. Hát a magyar kormánynak pont a mi gazdaságpolitikánknak éppen az a sajátossága, hogy ezekre a nehéz helyzetekre sosem megszorításokkal válaszolunk, hanem olyan lépésekkel válaszolunk, amely magában hozza a növekedés lehetőséget. Tehát ebben az évben is mondjuk beruházási rekordot állítottunk föl. Tehát a magyar, általunk ismert magyar gazdaságtörténetben a legtöbb egy évre eső beruházás az a 2022-es évben történt. Ez nem elvonás vagy megszorítás, ezekkel mind munkahelyeket hoztunk létre. Tehát a mi filozófiánk nem az elvonás meg a megszorítás, hanem a gazdasági aktivitásnak a segítése, amely energiát termel és kihúzza a gazdaságot a nehéz szituációkból. Tehát mi egy más, látom, más naprendszerben vagyunk. A rezsicsökkentést csökkentették sokak számára, ársapkákat is kivezették, de a kata eltörlése is odasorolható, ahol én a lakossági kedvezmények csökkentését értem. Tehát ilyen intézkedések, ilyen jellegű intézkedések nem várhatók 2023-ban. A költségvetést szerintem napokon belül, talán már ma jóvá hagyja a kormány, ez január 1-től hatályba lép. Be fogjuk azonnal terjeszteni természetesen a parlament elé is, mert a vészhelyzeti intézkedéseket mindig igyekszünk beterjeszteni a parlament elé. A parlament is meg fogja vitatni, de nem maradhat az ország költségvetés nélkül január 1-ével. Ezért talán a mai kormányülésen már születhet döntés arról a költségvetésről, amit elküldünk a költségvetési tanácsnak, és abban minden intézkedés, amit a 23-as évre tervezünk, benne van, azok kifejezetten segíteni akarják az embereket, nem pedig elvenni tőlük. Mikor beszélt utoljára Vlagyimir Putyinnal? Személyesen? Személyesen vagy telefonon vagy? Személyesen február elején, amikor Moszkvában volt a hivatalos látogatáson, telefonon pedig, amikor Gorbacsov temetésén volt. Ennek különleges, bocsánat, utolsó kérdés, ennek különleges kapcsolata van Vlagyimir Putyinnal, és azt gondolom, hogy jól ismeri őt. Mi a benyomása arról, hogy az orosz elnök meddig akarja ezt a háborút folytatni? Hát az orosz elnök ezeket a kérdéseket nem a magyar miniszterelnökkel vitatja meg. Erről tudom ön tájékoztatni. Köszönöm szépen, DPA-nak hagyjuk tovább, Gregor. Yes, Gregor Meyer, German Press Agency, DPA. Gregor Meyer vagyok a DPA német hírügynökségtől. Miniszterelnök úr, miután ez a konfliktus, amely az Európai Unióban zajlik, miután az összes fenyegetés elhangzott, különböző források megvonása, izoláció, kizárások, hungarofóbia, nyomásgyakorlás. Ezek mellett van-e egy olyan pálya, el tud-e képzelni egy olyan pályát, amelynek a végén ön saját szabad akaratából kilépne az Európai Unióból? You mean Hungary getting out? Úgy érti, hogy Magyarország kilépne az Európai Unióból? Igen, az összes ilyen ön által hungarofóbiának, megaláztatásnak nevezett dolgoknak. Hozzászoktunk ezekhez, semmi gond. Köszönöm szépen, Inforádió. Jó napot kívánok, Herceg Zsolt vagyok az Inforádióból. Nehéz tervezni ebben az időszakban, adódik tehát a kérdés, hogy a 2024-es költségvetést benyújtják szokás szerint tavasszal, és az országgyűlés elfogadhatja nyáron, vagy ezúttal erre nem lesz lehetőség? Nagyon nehéz kérdés, és nem tudom most még megválaszolni. Én sikeresnek tartom azt a magyar költségvetési tervezést, hogy a megelőző évi július 1-jéig, tehát mondjuk a 24-es költségvetést, az 23. július 1-jéig elfogadja a magyar parlament. De ha nagyon nagy a hektikus, tehát nagyon hektikusak a körülmények, és nagyon nagyok a kilengések, akkor érdemes ezen gondolkodni. Most is az történt, hogy elfogadtuk mi a 23-as költségvetést,
úgy, ahogy szoktuk július 1-ével, de ha visszagondolj, mi minden történt 2022. július 1-e és a mai nap között, amelyek nyilvánvalóan sarkaiból forgatták ki a költségvetést, ez azt mutatja, hogy erre a kérdés majd választ kell adnunk. Nem kapkodnám el a választ, mert az a fontos, hogy lássuk, hogy milyen év áll előttünk, hektikusabb vagy nyugalmasabb. Ezt, hogy mármint a költségvetés elkészítésének módszertanának a kérdését, legkorábban szerintem valamikor március-áprilisban tudja a kormány ismét elővenni. Akarnak-e és főleg tudnak-e módosítani a nyugdíjemelés mértékén az inflációs előrejelzés ismeretében? A jegybank inflációs előrejelzésére szoktuk építeni a nyugdíjemelést, most is ez történik, és ha úgy látjuk évközben, hogy az infláció az magasabb lett, mint amire terveztük a nyugdíjemelést, akkor évközi nyugdíjemelést szoktunk végrehajtani, és a végső pont, amikor az éves korrekciót el kell végeznünk, az pedig novemberben van. Ez bevett gyakorlat, a nyugdíjasokkal nekünk van egy megállapodásunk. Én 2010-ben megállapodtam a nyugdíjasokkal arról, az előző évek sötét gyakorlatának árnyékában, hogy amíg polgári és nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak értékét meg fogjuk őrizni. Ha megnézi az elmúlt 12 évben a nyugdíjak értékének változását, akkor nem csak megőriztük, hanem azokat növeltük is, hiszen egy egész hónapnyi 13. havi nyugdíjat vissza tudtunk adni, amiről 2010-ben szó se volt, nem is vállaltuk, csak időközben a magyar gazdaság képessé vált erre. Tartani szeretném ezt a megállapodást mindenképpen, tehát az a nyugdíjasok számíthatnak a kormányra, a veszteség őket nem fogja érni. Bajban van a Dunafer, a Tungsram pedig végveszélyben. A kormány tud-e valamit tenni, ha nem is a cégekért, de az ott dolgozókért? Az ott dolgozókért mindig azt tudjuk tenni, hogy a környéken létrehozunk legalább annyi munkahelyet, mint amennyi veszélybe került. Ez Dunaújvárosban is így van. Ott mintegy 2500 új munkahelyet hozunk, vagy hoztunk létre a tavalyi, az idei és a következő évben. Ott egy nagyon nagy dél-koreai cég települt, amelynek komoly munkaerőigénye van. Ugyanakkor a Dunaújvárosi vasmű a szívünkhöz közel áll, az mégiscsak része a magyar ipartörténetnek, de ennél zűrösebb ügyet még életemben nem láttam, mint ez. Önmagában a tulajdonosoknak a beazonosítása is gondot okoz. Azt se tudjuk, hogy szankció alá esik-e vagy nem, attól függően, hogy ki a tulajdonos, ha most ukrán vagy orosz. Ráadásul kb. 500 milliárd forint adóssággal terhel, tehát az valaki a vállára veszi, rögtön nagyon is nyomja. Az egész egy annyira kaotikus dolog, hogy azt nehéz a hagyományos szavakkal pontosan leírni. Ennek ellenére folytatunk tárgyalásokat annak érdekében, hogy ami abból menthető, azt megmentsük. Utolsó kérdése, mi a kormány álláspontja az új ukrán kisebbségi törvényről? Hát nézze, most itt a háború árnyékában talán nem veszi jó ki magát, amit mondok, de ugye 2015-ig volt egy szabályozás Ukrajnába, amely békét teremtett. Tehát az ott élő kisebbségeknek, köztük a magyaroknak tökéletesen megfelelt. Béke volt. Senkinek nem ártott. 15-ben fogták, és elvették a jogainkat. Ott több mint 100 iskolát diszkriminálnak folyamatosan. Csak a háború miatt most az ember úgy érzi, hogy nem annak van az ideje, hogy egy ilyen vitát nyissunk meg az ukránokkal, hiszen éppen az életükért küzdenek. De ettől még a tény marad. És mi nem is fogjuk elősegíteni Ukrajnának semmilyen nemzetközi integráción való részvételét, nem fogunk kötni velük semmilyen érdemleges kétoldalú megállapodást, amíg ez a kérdés nincs rendezve. És nem értjük, amit elvettek, miért nem akarják visszaadni. A mostani törvény, amiről ön kérdez, az nem ad vissza semmit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Euronews. Senúda Nóra vagyok az Euronews-tól. Miniszterelnök úrtól kérdezném, hogy miután megszavazták a 9. szankciócsomagot is, folytatják-e a szankciók elleni kampányt? Persze, mert itt van egy félreértés, vagy félremagyarázás. Tehát mi minden szankciót ellenzünk. Tehát általában a szankciós politikát is ellenezzük. Tehát ha rajtunk múlna, nem lenne szankciós politika. Vagy ha lenne, akkor sokkal szűkebb körre, sokkal célzottabban, sokkal jobban tervezetten. A szankció nem jó. Tehát mi ezeket ezért nem is szavazzuk meg a szónak abban az értelmében, hogy mindig ellene beszélünk. De a végén az unió dönt róla, és mi nem vétózzuk meg. Ezért ha ön korrekt akar velem lenni, akkor talán jobb, ha azt mondja, hogy mi nem vétóztunk meg minden szankciót. De én egyet sem támogattam. És nem is fogok a jövőben sem. Vétózni meg nem lehet minden pillanatban, szétverjük vele az unió közösségét. Tehát azért ki kell választani azokat a pontokat, ahol olyan nemzeti érdeksérelemről van szó, ahol a vétóval járó egység megbontást is
kell vállalni, és akkor az ember vállalja is, de ez nem lehet minden nap, de mi nem támogatjuk a szankciókat, nem szavazzuk meg, annyi történik, hogy nem vétózzuk meg, vagyis nem akadályozzuk meg a másik 26 országot, hogy életbe léptessék. Bár szívünk szerint egyébként ezt tennénk. Köszönöm. A kormány, vagy a szankcióknál maradjunk, a kormány az uniós szankciókat okolta a novemberi benzinpánikért. Melyik tud-e mondani olyan szankciót, ami hatással volt a magyar gazdaságra, de az uniós olajpiacra nem? Mennyi időm van, hogy kigondoljam a választ? Végig kéne pörgetnem az összes szankciós intézkedést ahhoz, abból pedig több száz van. Tehát lehet, hogy volt az is lehet, szankció, hogy nem. Ami a magyar olaj, tehát ilyen benzinpánik máshol nem volt. Tehát tud-e olyan szankciót, ami ön szerint... Benzinpánik? Hát volt egy ilyen időszak, amikor óriási sorok voltak a kutaknál, és az emberek nem jutottak megfelelő mennyiségű benzinhez. Jó, erre az állapotra gondolom. Igen, de ez, nem, de ez attól van, hogy magyarok vagyunk. Tehát itt Magyarországon, hogyha arra kiremegy, hogy nem lesz cukor, most ezt itt bemondanám, akkor innen mindenki oda menne a bolt elé. Tehát hogy a Magyarországon bizonyos folyamatok megindulása az nem gazdaságpolitikai döntésekkel függ össze, hanem azzal, ahogyan élünk. Jó, köszönöm. Tehát, és hogyan változtatta meg, ha egyáltalán úgy érzi, hogy megváltoztatta Magyarország és az EU közötti erőviszonyokat, a jogállamisági eljárás? Tanult-e ebből a magyar kormány abból, ami történt? A jogállamisági építmény, amit kigondolt Brüsszel, az elhibázott. Ezt akkor is elmondtuk, amikor bevezették. És akkor is kértük őket, hogy fontolják meg a szavainkat, ugye? Ezt úgy hívják, hogy rule of law. A joguralom. Ahhoz, hogy a jog uralkodni tudjon, ahhoz az kell, hogy világos definíciók legyenek, és világos standardek. Most a rule of law nevű témakörbe tartozó ügyekben sajtószabadság, oktatás szabadsága, a szuverenitás kérdések, igazságszolgáltatás. Nincsenek definiált fogalmak, Európában egységesen elfogadott definiált fogalmak, és nincsenek egységes standardek. Mondok egy példát önnek. Németországban, képzelj el, az ügyészség a kormány alá van rendelve. És az is van, hogy az ügyészt az igazságügyminiszter konkrét ügyben utasíthatja. Konkrét büntető ügyben. Mert a német jogállamisági rendszerben ez elfér. Most képzelj, ha Magyarországon az lenne, hogy az ügyészt az igazságügyminiszter konkrét ügyben utasítja. Hát itt forradalom lenne. Ezt csak azért mondom, mert a kultúrák különbözőek, meg az alkotmányos tradíciók. Ezért nincsenek egységes európai definíciók, és nincsenek egységes európai standardek. És ha ezek nélkül hozol létre egy eljárást egy-egy országgal szemben, akkor annak a vége nem rule of law lesz, hanem rule of man. A rule of man az meg az ember uralma a másik ember fölött. Azért találták ki a rule of law-t, hogy ne emberek, vagy emberek egy csoportja kényszeríthesse rá az akaratát egy adott emberre, hanem mindannyian a törvény hatalma alá legyünk vetve. Amit ma az Unió csinál, az néhány rule of law-val foglalkozó ember személyes hatalom alávetése. Ezeknek az embereknek a hatalma alávetik azokat az országokat, amelyekkel szemben ilyen eljárást indítanak. Tehát ha van tanulság, akkor az, hogy a rule of law rendszert, azt meg kéne szüntetni, mert pont az ellenkező hatást váltja ki, mint amiért talán jó szándékkal ezt nem kérdőjezem meg, létrehozták. Ebből fakadóan az egész rule of law eljárás, a magyar példa erről szól, valójában szétszedi, dezintegrálja az egész Európai Uniót. Ez egy komoly szög az unió koporsójába, ki kéne onnan húzni. Talán inkább arra gondoltam, hogy vajon a magyar kormány a jövőben az ügyekben hasonlóan fog-e vitatkozni az EU-val, tehát hogy nem elfogadja az EU-nak az alap elveit, ahogy ön mondja, ön ugyan hibásnak találja ezt a jogállamisági eljárást, vagy a fogalmak nem egyeztetését, de hogy a jövőben ugyanígy bele fognak állni vajon a vitákba. Tehát én inkább erre gondoltam, hogy... A kérdés, hogy magyarok maradunk-e és harcolunk-e, akkor magyarok maradunk és harcolunk. Értem. Már csak egy rövid kérdésem van. Az, hogy az előbb valaki kérdezte, hogy ugye a néppártba vajon vissza fognak-e lépni, azt mondta, hogy nem. De vajon van-e arról információ, hogy az EP választások előtt várható-e valamilyen új formáció alakulása az EU-n belül, illetve az Európai Parlamenten belül? Dolgozunk rá. Tehát nem információnk van, hanem mi magunk is dolgozunk rajta. Igen. Köszönöm szépen. Megvárjuk a lengyel választást. Köszönöm. A Blikket kérem.
Köszönöm, jó napot kívánok, Balázs Barnabás vagyok a Blik-től. Külpolitikával kezdeném. Az amerikai politikát elnézve úgy tűnik, hogy Donald Trump erős kihívót kaphat a republikánus oldalon a floridai kormányzónak a személyében. Kit támogat ebben a versenyben? Ki tart-e Trump mellett? Szerencsére semmilyen jelentősége nincs annak, hogy kit támogatunk, és mi egy lojális fajta vagyunk, tehát mi kitartunk a barátaink mellett. Két hete volt évfordulója annak, hogy kipottant a Völner botrány. Találkozott azóta Völner Pállal, beszélt vele esetleg? Nem, sajnos nem. Mivel ugye szabad lábon van, ezért akár összefuthat vele miniszterelnök úr is az utcán. Ha ez megtörténne, akkor mit mondana neki? Megkérdezném, hogy hogy van, és hogy áll az ügye. Barátsággal üdvözölné? Megkérdezném, hogy hogy áll az ügye. Természetesen. Egész addig, amíg nem ítélik el, addig úgy tekintenék rá, mint minden magyar állampolgára, akit egyébként gyanúba hoztak, vagy vád alá helyeztek. Egy utolsó kérdés még. Másfél hete derült az ki, hogy a külügynél folytatja két volt ellenzéki jobbikos képviselő is, Volner János és Bencsik János. Mit gondol, mi az üzenete annak, hogy két ellenzéki politikus is ilyen jó pozíciót kapott a külügytől? Remélem, hogy alkalmasak arra a munkára, amire vállalkoznak. Szerintem a másik oldalról is van ilyen. Én örülök annak, hogyha a külügy az megpróbál eleget tenni annak a gondolatnak, hogy külpolitikát pártalapon nagyon nehéz folytatni. Sokkal jobb, hogyha annak szélesebb nemzeti alapja van, és hogyha valaki képes azonosulni a külpolitikai irányvonallal, legalább olyan mértékig, ami a minimum, de más politikai fészek aljából érkezik, nem látok kivetni ott abban, hogy külügyben értelmes munkalehetőséget kapjon. Jobbról is és balról is. De van tudatosság abban, hogy olyan ellenzéki politikusok, volt ellenzéki politikusok kapják meg ezt a lehetőséget, akik mondjuk nem vettek részt például az összefogásban? A választások előtti összefogásra gondolok. Miután ezek nem politikai döntések, hanem szakmaiak, erre a külügyminiszter urat kell megfogadnia. Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, CCTV-t kérem. Thank you, Mr. Kovács. Köszönöm szépen Kovács Zoltán úrnak. A kínai központi televíziótól teszem fel a kérdést, és Kínából a kérdés miniszterelnök úr felé az, hogy ön valószínűleg érzékelte, hogy Kína enyhít a Covid politikáján. Önök aggódnak-e Kína gazdasági magára találása miatt a pandémia után, illetve mit mondana a kínai-magyar együttműködésről a múltban és a jelenben és a jövőt illetően? Köszönöm. Hogyha megnézzük a legutóbbi évek statisztikáit, akkor meglepő változásoknak lehetünk tanúi, hiszen korábban évtizedeken keresztül az első külföldi befektetők itt németek voltak, leginkább néha az Egyesült Államok, de mindegyik nyugati irányultságú volt. Az elmúlt 4 évben azonban a vezetője ennek, tehát a külföldiek magyarországi befektetésének, az Kína és Dél-Korea váltják egymást folyamatosan az első két helyen. Úgyhogy a keleti befektetési politika, amit mi nagyon-nagyon támogatunk, és nyitunk kelet felé az olyan országok irányában is, mint az önöki, akik érdekeltek abban, hogy Magyarországon beruházzanak. Ezt folytatjuk, most magyarul folytatom. A világban ma zajlik szerintem az, amit a brüsszeliek decouplingnak neveznek, vagyis a elszigetelés, levágás. És vannak javaslatok, amelyek Kína irányába is egy ilyen politikát kezdeményeznek. Ez nagyon nagy hiba lenne. Ez óriási Európa hiba lenne. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Kína és Európa, Kína és Magyarország között a lehető legjobb gazdasági kapcsolatok működjenek. Önök most már nem csak fogyasztói a világ legmodernebb technológiáinak, hanem termelő is. Ott olyan know-how-k jönnek létre az önök országában, amelyek frissebbek, mint amivel mi rendelkezünk, és erre a technológiai tudásra, az erre épülő termelési láncokra és képességekre Magyarországnak szüksége van. Tehát a magyar kormány kifejezetten támogatja a nyugati mellett a keleti világ föltörekvő országaival történő gazdasági együttműködést, és nem csak azt akarjuk, hogy önök
hozzanak létre Magyarországon munkahelyet és, munkahelyeket és értékeket, hanem mi is akarunk menni Kínába, és akarunk beruházni. Vagyunk is ott, egyelőre még kicsi nagyságrendben, de szeretnénk, hogyha a magyar tőkének a kifektetési célpontjai között Kína nagy, jelentősebb helyet foglalna el, mint eddig. My last question, az utolsó kérdésem. A Fudan Egyetem továbbra is a napirenden szerepel-e, és van-e előrehaladás? Továbbra is napirenden szerepel. Meg vagyok róla győződve, hogy, hogy miután Ázsia fölemelkedik, ezért a gazdasági tudásnak két fajtája van a világomban. A nyugati tudás, meg a keleti tudás. És ha nem ismerjük a gazdaságnak a keleti koncepcióját és tudását, akkor nem fogunk tudni együttműködni a keleti világgazdasággal. És én nem akarom, hogy Magyarország bezárkózzon a nyugati világgazdaság tudásába. Ezért nekünk minden egyetem, képzés, professzorok mind értékes, ami Ázsiából, nem csak Kína, Dél-Korea is, Japán is. De rendkívül fontos tudások, mert ott akarunk lenni a keleti világgazdaságban is, és ott is meg akarjuk találni a számításunkat. Ehhez pedig nyelv, tudás, kultúra, műveltség és a keleti üzleti tapasztalatok szükségesek. Ezért támogatom ezeket a programokat. Neki az N1 horvát televíziót kérem szépen ott középen. Thank you. Jelena Bokun from N1. Jelena Bokun vagyok a horvát televíziótól, Zágrából. Néhány kérdésem van, hogyha el megengedi. Válaszolhat angolul vagy magyarul, ahogy gondolja. Az első kérdésem a horvát Janaf Adria vezetéket illeti, ugye a horvátok, magyarok is beszélnek arról, hogy Magyarország azt kérte mind Horvátországtól, mind az Európai Bizottságtól, hogy árengedényt kapjon az olajana, tehát az Adria vezetéken történő olajszállításra, de voltak spekulációk arról, hogy nem lesz olcsóbb az ár, sőt magasabb lesz a jelenleginél, valószínűleg 80%-kal, mondja a magyar média. Hogyan kommentálja ezt az értesülést? Illetve azt kell mondanom, hogy a Filipovics horvát gazdasági miniszter tegnap azt mondta, hogy Horvátországnak megvan a képessége, kapacitása arra, hogy Magyarország teljes igényét kiszolgálja, de ezt meg kell fizetni tisztességesen. Valóban ez a vita tárgya. Mi fair árat akarunk fizetni, önök meg fair árat akarnak kapni, és a két dolog nem esik egybe. És ezért tárgyalni kell. A külügyminisztert hatalmaztuk meg azzal, hogy tárgyaljon önökkel, és próbáljuk meggyőzni önöket arról, hogy ahogyan mi értjük a fair árat, az önök számára sem hátrányos, vagy legalábbis elfogadható. Did you get any answer from the European Commission? You were there. No? Kaptak-e választ az Európai Bizottságtól? Még nem. A második kérdésem az európai MAM missziót jelenti, az európai missziót, amely gyakorlatilag az ukrán fegyveres erő kiképzését jelenti Európai Uniós tagállamok területén. Magyarország nem része ennek a megállapodásnak, Horvátország sem, hiszen a horvát parlament ezt visszautasította, nemmel szavazott. Mit gondol Horvátország ezen döntéséről? És nem tudom, hogy ön tudja-e, de a horvát elnök, Milanovic elnök egyetért önnel. A miniszterelnökünk viszont úgy gondolja, hogy részesei kellett volna, hogy legyünk ennek a kezdeményezésnek. Horvátország egy szuverén ország hosszú történelemmel. Ez az önök döntése. Nem hiszem, hogy Magyarország bármiben hozzájárulhat bármilyen horvát döntéshez, hogy ez jó vagy nem jó, ezt önök döntik el. Talán csak egy kis kiigazítást tennék. Mi részt veszünk ennek a kiképzési folyamatnak egy kis részében. Nem tudom, hogy ez szanitétek tekintetében, tehát szanitéceket képzünk ki, tehát katonai egészségügyi szakembereket. De az ukrán hadseregben dolgozó szanitéceket, azokat kiképzünk, mert mi a humanitárius ügyhöz tartozó tréning programot tekintjük. Megkérdezhetem, hogy mi volt a legfőbb oka, amiért visszautasították ukrán fegyveres erőmagyarországi kiképzését? We would not like to finance. Nem szeretnénk finanszírozni a katonai eszközöket sem, mert a magyar álláspont az, hogy ez nem a mi háborunk. Szeretnénk mindenkit arra
sürgetni, hogy a lehető leghamarabb béketárgyalásokat kezdjenek, először tűzszünetet, aztán béketárgyalásokat. Ezokból Magyarország mindig is kimarad a konfliktus katonai aspektusaiból. Köszönöm szépen, egy utolsó kérdést kell feltennem. Novemberben részt vett Magyarország és Görögország közötti, ha nem tévedek, barátságos meccsen, és egy nagy Magyarországot ábrázoló sálat hordott, ami Horvátországot is Magyarország részeként tünteti fel. Ez novemberben történt. Mi volt az oka ennek, hiszen nagyon sok bírálat értelme. Most csak azért nézek körül, mert tudnia kell, hogy ebben semmi különleges nem volt. 1100 éves országról beszélünk. Egy történelmi szimbólumok vesznek minket körül, hogyha akár itt is néz, akkor ez ellen is lehet protestálni, hiszen ez is 200 évvel ezelőttről származik, vagy itt is láthat talán olyan szimbólumokat, amelyeket a múlt században használtak. Tehát ez az oka annak, hogy ami engem illet, mindig világos különbséget teszek a között, amit önök Nagy Magyarországnak hívnak, és a között, amit én történelmi Magyarországnak hívok. Ez egy intellektuális termék, amikor azt mondják, hogy lehet valaki nagyobb, az a Nagy Magyarország. De én nem ennek vagyok része, hanem annak, hogy mi a történelmi Magyarország. Magyarország egy történelmi ország, amely így nézett ki, mint ahogy ezt a szimbólumban láthatjátok. Láthatják, hogyha elmegy valaki a magyar parlamentbe, senki nem protestál az ott lévő jelképek és szimbólumok miatt, mert ez egy régi ország, ez az, ami a nemzeti egységünket megjeleníti, tehát a történelmi jelképek, szimbólumok normális részei életünknek, semmi különleges nincs ebben, ez business as usual, ha szabad így mondanom. Ezzel nem provokált senkit, azt mondja? Hát nekem sokkal jobb ötleteimben lennének, ha provokálni akarnék másokat, és nem ezt használnám. Köszönöm. And the last question to Peter Breuer, please. Ez már tradíció, köszönöm. Miniszterelnök úr, kínai újságíró kollega feltette előttem a kérdést, de én akkor sem tágítok Kínával kapcsolatban. Az Európai Unió tagállamai a hátsó bejáraton tárgyalnak Kínával, irigyek egymásra, de tulajdonképpen nem lesz ugyanaz a baj, mint Paks 2-vel, hogy nem eléggé erősen harcol azért, hogy a Selyemút program, illetve azoknak a lehetőségei, a mi beruházásainknak vice versa Kínával mégis létrejöjjenek minél előbb. Amire most a konkrét ügytől függetlenül, amire ön rámutat, az egy létező politikai problémája minden liberális politikai rendszernek, hogy nagyon nehezen tudja elkerülni a hipokritaságot. Magyarul, hogy mondjuk álszentséget, vagy képmutatást. Ugyanis nagyon erősen az értékekre összpontosít, és a valóság ugyanakkor gyakran ettől kritizálnak mondjuk egy országot, ahol tegyük, hogy nagy sportesemény van az emberi jogok miatt. Majd elmennek és vesznek tőle gázt. És számos ilyen, és utána sértegetik. Számos ilyen példát tudok mondani, tehát nem egyszerű liberálisnak lenni. Tehát, hogyha az ember egy ilyen liberális demokrata kizárólagossági szemmel néz rá a világra, és állandóan saját igazát akarja bizonygatni, akkor beleütközik a reálpolitikába. És akkor nem azt csinálják, hogy bevallják, hogy beleütközünk, és akkor most itt az elveket nyugvópontra juttatjuk, és kötünk egy reálpolitikai, praktikus megállapodást, hanem megpróbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, és ebből álszentség lesz. Most úgy, ezt azért hoztam most ide, mert ez történik a Kína esetében is. Ha én megnézem a statisztikákat, hogy kinek hogyan nőtt a kínaiakkal való kereskedelme, akkor fogok találni olyan országot is köztük, akik meg a leginkább teli szájjal támadják Kínát. Szóval ezek nem jó dolgok. Világossá kéne tenni, hogy van helye az elveknek, és van helye a pragmatikus együttműködésnek. Nem szabad őket összekeverni. Kína mellett az az érvünk van, hogyha Európa nem működik együtt a kínai gazdasággal, akkor el fogja veszíteni a versenyképességét. És ezért kell együttműködnünk Kínával, és Magyarország mindent meg is fog tenni, hogy ebben a vitában, ami egy nyílt vita egyébként Európában, hogy legyen-e és ha igen, milyen mélységű együttműködés, hallassa a hangját. Az előbb miniszterelnök úr azt mondta, hogy két fontos dolog volt, a torna és a hittan. A magyarországi civil szervezetek az elmúlt két évben, úgy a Covid, mint a gazdasági válság, meg a háború esetén, szerintem, illetve sokak szerint a kormányából is nagyon jól teljesítettek. A gazdasági helyzetre való tekintet ellenére van-e remény arra, hogy a jövő esztendőben ugyanúgy a kormány támogassa ezeket a civil és civil egyházi szervezeteket, mint az elmúlt évben, hogy ők is teljesíteni tudjanak?
Hát itt óvatos lennék. Ugye én elég régóta ismerjük egymást, tudja rólam, hogy én megszállottja vagyok annak, hogy erős Magyarországot kell létrehozni. Tehát én nem szeretem még a bajok kezelésének azt a módját sem, ami gyengíti az országot. Mindig azt keresem, hogy hogyan lehet úgy megoldani egy bajt, hogy a végén erősebbek legyünk. Tehát minden válságból erősebben jöjjünk ki, mint ahogy belementünk. De aki sportolt már, az pontosan tudja, hogy az erősödésnek két lehetséges útja van. Az egyik, amikor izomtömeget növelünk, ez volt eddig. A másik, amikor szákásítunk. Most szákásítás jön. Akkor ilyen az utolsó szálkásítási kérdés. Aztán megmondta, hogy Kijevbe nem megy, de van egy baráti ország, ahol Magyarország nagyon pozitívan szerepel, és az Európai Unió sokszori álszentségére is rávilágít, az pedig a zsidó állam. Mikor látogat el, illetve mikor gratulál leendő régi, valószínű új kollégájának a sikerhez, és mennyire fogja a két ország a gazdasági és egyéb kapcsolatait szorosra fűzni, annál inkább, mert ugyanazt vallja, mint az a miniszterelnök Benjamin Netanyahu, hogy nem avatkozik bele ebbe a háborúba, és csak is egészségügyi és humanitáris segítséget ad, azon kívül, hogy a migrációt is ott kell megoldani, mint hogyha össze is beszéltek volna, hisz szó szerint ugyanazt mondják, mikor lesz ez még szorosabb, és mikor látogat el Jeruzsálembe. A nemzetközi politika az olyan, hogy az ember barátokat veszít, aztán barátokat kap vissza. És nincs annál jobb, amikor egy régi harcostársat az ember ismét a fedélzeten üdvözölhet, úgyhogy nem árulok el nagy titkot, hogy bár Izrael szuverenitását legteljesebb mértékig tiszteljük, és semmiképpen nem akarunk beleavatkozni abba, hogy az ott élők hogyan döntsenek a saját sorsukról, de megvallom, hogy nagyon örültünk annak a végeredménynek, ami történt, mert amikor Netanyahu volt a miniszterelnök Izraelben, akkor az izraeli-magyar kapcsolatok kiemelkedő magaslatokat értek el. Ő volt az a miniszterelnök, aki 30 év után, 30 évig nem volt izraeli miniszterelnök Magyarországon. 30 évig. És ő eljött ide, valamikor a 16-17-ben, és egy teljesen új szakasz nyitott ki az izraeli-magyar kapcsolatokban. És azóta a gazdasági kapcsolatok is, a katonai együttműködés, a biztonsági együttműködés, a cyber együttműködés, ezek mind jól haladnak. Én gratuláltam már természetesen neki, sőt, nemzetközi politikai kérdésekről is eszmét cseréltünk már. Várjuk, hogy letegye az esküjét, megalakuljon a kormány, és az ünnepek alatt megtörténik. És ahogy meghívás érkezik, természetesen elmegyünk, és készülünk is egy-két olyan lépéssel, amely magasabb szintre fogja emelni az izraeli-magyar kapcsolatokat. Köszönöm a lehetőséget. Miniszterelnök úr, miniszter úr, kollégák, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltak velünk a mai napon. Áldott békés ünnepeket kívánok mindannyiuknak. Köszönjük szépen.